Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők! A próza morgó malom kelepe, a vers a szívnek hárfa éneke. A próza mállik, szerte hull, ha régi. A vers örök, mint minden, ami égi. Gárdonyi Géza gondolatai jól tükrözik azt, hogy mit is jelent a vers, a költészet. Biztosak lehetünk abban, hogy ma is belefeledkezhetünk majd a versekbe, amelyeket a versenyzők hoztak nekünk. Immár 13. alkalommal léphetnek majd a fiatalok a színpadra, és lehetünk együtt a fehérvári versünnepen. Az elődöntő során 26-an lesznek majd itt velünk, közülük pedig maximum 12 versmondót juttat a döntőbe a zsűri. A zsűri tagjait már is bemutatjuk önöknek. A zsűri elnöke a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész Kubik Anna. A zsűri tagjai Závodszky Noémi színművész, a Vörös Marti Színház tagja. Farkas Eszter pedagógus a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében. Bobori Zoltán költő, író, előadó művész, a Vörös Marti Társaság elnöke. Valamint a Fehérvár Média Centrum képviseletében Vakler Lajos, Penna Régia díjas újságíró. A 13. fehérvári versünnep fővédnökei Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök és Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere. Felkérem a város képviseletében Cserpalkovics András polgármester urat, hogy köszöntse a rendezvény résztvevőit és kedves vendégeinket. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a zsűrit, és köszönjem meg nekik ezt a előreláthatóan egyáltalán nem könnyű feladatot, hogy felvállalták, és majd ma, illetve a döntő során is véleményt alkotnak, és ezzel a véleménnyel is segítik a fiatalokat. Köszöntöm távolról is Püspök atyát, és köszönöm, hogy ezt mindig szép együttműködésben tudjuk megszervezni, megrendezni. Igazgatóasszonynak köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk, ráadásul ez a terem is mindig máshogy van berendezve, mint előző alkalommal, most is egy kicsit változás van ebben. Köszöntöm azokat a tanárokat, akik segítenek nekünk évről évre megszólítani a fiatalokat, hiszen ők találkoznak velük közvetlenül, ők tudják, hogy kinek érdemes egy ilyen megmérettetésre jelentkezni, nélkülük nem tudnánk megrendezni a versünnepet, és nyilván a háttérben segítik is ezeknek a fiataloknak a felkészülését. Köszöntöm a Vörös Marti Színház művészeit, így most még távolról is, hiszen művésznőn keresztül, hiszen ők mindig segítenek a fiataloknak majd a döntőre való felkészülésre. És köszöntöm azt a családot és a család képviselőit, akik nélkül pedig nem lehetnénk itt, mert nem indult volna el a hagyomány. És ma nem mondhatnánk azt, hogy több mint egy évtizedes múltra visszatekintő kulturális mozgalomról van szó, mert talán most már nevezhetjük ezt nem csak hagyománynak, hanem igazán ebből kinőtt mozgalomnak is. Néhány nappal ezelőtt, március 15-ét ünnepelhettük, és különösen ebben az esztendőben ez az ünnep biztos, hogy Petőfi Sándorról szólt. És azt megelőzően egy-két nappal, ezt már fiataloknak előbb elmondtam, Krajn városába járhattam Szlovéniában, ahol Petőfi Sándornak emlékére egy szobrot avattak. És ott egy magyar nemzetiségű fiatal, magyar és szlovén nyelven elszavalt egy Petőfi költeményt. Fantasztikus élmény volt ezt ott megélni. Az az élmény, amit az irodalom tud adni, a költészet tud adni, és amivel úgy érezhettük, hogy Petőfi Sándor él és ott van közöttünk. És szerintem évről évre a versünnepen hány de hány költőről, íróról érezhetjük ugyanezt, amikor halljuk a fiatalok tolmácsolásába egy-egy költeményüket. És próbáltam előbb a fiatalokat arra kérni, nyilván ezt egy kicsit hasztalan, mert az ember természete ilyenkor izgul, hogy ne izguljanak annyira,
hiszen valójában ezt mi nem egy versenynek szánjuk, hanem sokkal inkább annak, hogy a fiatalokat megszólítsuk, örömünk teljen abba, hogy ők igenis bebizonyítják, hogy a mai fiatalt is érdekli és megszólítja a vers, a költemény, van mit üzennie velünk, akár nekünk felnőtteknek is, vagy akár a mai világ eseményeiről is van vélemény, amit egy versen keresztül elmond. Másodszorban pedig akár a zsűrivel, akár a színészekkel, akár szakemberekkel, akár majd a verstáborral, a célunk pedig, hogy adjunk ezeknek a fiataloknak, mindenkinek, nem csak annak, aki majd a végén a versünnep nyertese lesz, hanem annak is, aki ebben a mozgalomban egyáltalán elindult. És azt veszem észre az elmúlt évekből, hogy nagyon sok fiatal aztán valamilyen módon ebbe benne is marad, vagy olyan pályát választ, lehet, hogy egy picit a versünnepnek is köszönhetően, ami kapcsolódik a versekhez, egyáltalán az irodalomhoz, magához a szöveghez, magához a nyelvhez. És ezt jó érzéssel néztük, hogy Mársi András igazgatóval szoktunk néha beszélni, amikor látunk itt egy-egy fiatalt, vagy Mészáros Attilával, hogy na ő is versünnepes volt annak idején. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, aki ebben közreműködik, és a Médiacentrum munkatársainak pedig külön, hogy hosszú-hosszú ideje a kezdetektől fogva magukénak érzik, és a társadalmi felelősségvállalási programukon keresztül ehhez a hozzájuttatják a fiatalokat. És mit kívánhatnék nekik? Sok sikert. Most nem mondom még egyszer, hogy ne izguljatok, legfeljebb azt, hogy mi jobban izgulunk majd értetek. Ennyivel próbálunk segíteni, jó? És köszönöm, hogy itt vagytok, hogy jelentkeztetek, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Köszönjük polgármester úr köszöntő gondolatait, és felkérem Hagymási Andrást, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatóját. Tartsa meg megnyitó gondolatait. A versmondás gazdag itt áll annak a kiskönyvnek a címlapján, aminek verskönyv a címe, és a Vörösmarty Társaság adta ki, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a székesfehérvári és az egyházmegyei fiatalok versmondó kedvét meghozzák általa. Ezt a könyvet a 26 résztvevő, aki a mai versenyen jelen lesz és verset mond, már kézbe vette, bár úgy tűnik, hogy nekik a kedvük a versmondáshoz enélkül is megvan. Szeretettel köszöntök mindenkit, Hagymási András vagyok, a Fehérvár Média Centrum ügyvezetője. A verseny szervezői nevében szeretettel köszöntöm elsősorban a versenyzőket. Örülünk neki, hogy ilyen szép számban itt vannak, jelentkeztek. Köszönjük szépen nekik, szüleiknek és felkészítő tanáraiknak, hogy jelentkeztek a versenyre. Köszönet illeti a zsűrit, akikkel ismét van szerencsénk itt találkozni, tudjuk, hogy milyen értékes munkára számíthatunk tőlük. Köszönjük szépen, hogy megtisztelnek bennünket és a versenyzőket a jelenlétükkel és a munkájukkal. Köszönet illeti az együttműködő partnereinket, hiszen nem csak a Fehérvár Média Centrum az egyetlen szervezője ennek a versenynek, hiszen tulajdonképpen ez a város irodalmi tehetségkutató versenye, így Székesfehérvár önkormányzata, illetve további együttműködő partnereink a Székesfehérvári Egyházmegye, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, a Vörösmarty Színház, a Szent István Király Múzeum, illetve a verseny főtámogatója a Szép Hő ZRT munkatársainak, vezetőinek is köszönet jár, hiszen nélkülük ez a verseny nem jött volna létre. A kollégáimat is köszöntöm sok szeretettel, hiszen nélkülük ez a verseny nem valósulhatott volna meg. És hát a legnagyobb izgalom az az, hogy mire számíthatunk ma. Mi arra, hogy tovább gazdagodunk, már így is hihetetlenül gazdagok vagyunk, hiszen 12 éve rengeteg verset meghallgattunk már ezen a színpadon, de ma tovább gazdagodunk, ebben biztos vagyok, és előre köszönjük szépen. Jó versenyzést kívánok minden fiatalnak! Köszönjük igazgató úr gondolatait! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elkezdjük! Természetesen nagyon nagy szeretettel köszöntjük a versenyzőket, akik izgatottan várják, hogy színpadra léphessenek. A mai nap elsőként léphet a színpadra Szabó Ábel, a Ciszterci Szent István Gimnázium 11. osztályos diákja. Az elődöntőre Ady Endre művével készült. Ady Endre, egy párizsi hajnalon. Sugaras a fejem s az arcom, amerre járok, száll a csönd,
riad. Fölkopogom az alvó Párizst. Fényével elönt a hajnali nap. Ki vagyok? A győzelmes éber, aki bevárta íme a napot, s aki napfényes glóriában büszkén és egyedül maga ragyog. Ki vagyok? A napisten papja, ki áldozik az éjszaka torán. Egy vén harang megkondul. Zúghatsz. Én pap vagyok, de pogány pap, pogány. Harang zúgás közt hajnalfényben gyújtom a lángot a mágia alatt. Táncolnak a lelkemben, s a mágián, a sugarak, a napsugarak. Evoé, szent ősláng, napisten, még alszik itt a cifra rengeteg. Én vártam, lestem a te jöttöd, papod vagyok, bolondod, beteged. Sápat vagyok? Piros sugárt rám! Boldog adükön pirosabb legény volt, ugyebár, mikor papod volt. Hely, sápadok már ezer éve én. Szent napkeletnek mártírja vagyok, ki enyhülést nyugaton keres. Táltosok átkos sarja talán. Sápat vagyok? Ó, fes pirosra, fes! Gyűlölöm Dancs keleti fajtám, mely, hogy kifáradt, engemet adott. Ki sápadtan fut napnyugatra, hogy ott imádja urát, a napot. Hogy volt? Mindegy. Fáradt a vérem. Imádom a fényt, lángot, meleget. Keresek egy csodát, egy titkot, egy álmot, s nem tudom, mit keresek. Keleti vérem ez a lomha, szomjúhozóan issza nyugatot. A napisten legbúsabb papja, rég kiszort, fáradt sugara vagyok. Egy nóta csal. Rég dalolhatta Szent Ázsiában szép vadbarna lány. Egy illatűz, csodavirágból lehetett ám be egyik ősanyám. Valami ősi, régi rontás száll előttem, s én lehajtom fejem. Várok valamit, s amit várok, nem dicsőség, nem pénz, nem szerelem. Mit várok? Semmit. Egy asszony utamba állt, és néha csókot ad. Sose látott ez a csókos pár is betegebb és szomorúbb csókokat. Várok. Lesz egy végső borzongás. Napszállt akkor jön, el fog jönni, el! És akkor majd hiába ébresznek könnyes csókkal és csókos könnyűvel. Elmúlik a napisten papja, a legfurcsább s a legbetegebb. Aki fáradt volt, mielőtt élt, s aki még Párizsban sem szeretett. Evoé, szent ősláng, napisten, kihuny a láng, Párizs zsiadva zúg. Új csatára indul az élet, a nagyszerű, a pompás, a hazug. Én is megyek, kóbor, pogányhős, új Balgadon. Modern bolond lovag. Ki, mi van is, írtja, kiszórja ön lelkéből az áldott álmokat. Sugaras a fejem, s az arcom. Zúg a harang. Megyek lassan tovább. Megáldozott a dús Párizsnak kövein. A legkoldusabb nomád. Fölállni egy ilyen nagyon szép ünnepen a dobogóra, ugye nem könnyű? Nem. Mint ahogy nem könnyű zsűritagként elsőként megszólalni egy ilyen versmondó versenyen sem, de azt hiszem, hogy
Szeretném azzal kezdeni, amit itt írsz, hogy rengeteget tanultunk egymástól, már mint a versmondó társaitól, és hogy szakmai zsűritől tanácsot és dicséretet szeretnél kapni, és ezt hasznosítani. A szakmai tanácsom az azt hiszem összefügg azzal, amivel kezdtük, hogy elsőként fölálltál, nyilvánvalóan izgultál. Ugye, látszik egyébként, látszott is, nem kell ennyire izgulni. A polgármester úr is azt mondta, azt ajánlotta, tanácsolta nektek, hogy ne izguljatok. Ő is izgult, én biztos vagyok benne, és én is, amikor elsőként megszólalok egy ilyen rangos ünnepen, hogy az izgatottságodat és a bizonyos merevségedet még jobban föl tud oldani, ahhoz talán az kell, hogy én nem tenném hátra így a kezem. A kézmozdulat az sok mindent elárul az előadásról és az előadás közben. Nagyon jó megjelenési, jó hangú fiatalember vagy, szép jövő előtt álszínebben biztos vagyok, és egész biztos, hogy a zsűritársaim ezt meg fogják erősíteni. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Akkor én is innen folytatom, hogy szeretnél tanácsot és dicséretet kapni. Abszolút emlékszem rád az elmúlt évről, és hogy akkor hogy mondtál verset, és hogy most hogy mondtad. Az elején, az első pár pillanatban még nem láttam a tekintetedet. Egy pici riadság volt benned, ez az első kezdés riadsága, és olyan jó volt látni azt, hogy ez átalakult egy ilyen szuggesztióba, és az, ahogy én egy nagyon érzékeny ember vagyok, ahogy rám néztél, ahogy itt a zsűritársaimra néztél, és láttam azt, hogy tényleg ott volt a tekinteted, a figyelmed, hogy szerettél volna közölni és mondani valamit, hogy benne voltál a versbe, a gondolataid ott jártak. Ezt például én egy évvel ezelőtt még így nem láttam. Úgyhogy mindenképpen ez egy óriási dicséretet érdemel, mert nagyon-nagyon látszódik a változás rajtad, és csak biztatnálak továbbra is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Nagyon jó volt újra látni, nagyon jó volt újra látni. Én is azt vettem észre, amit Zoltán mondott, hogy sokat változtál, és egy ilyen nagy költeménnyel, egy ilyen férfias verssel előrukkolni, csodálatos dolog. Már ez önmagában meghatott, hogy egy ekkora verset választottál. Hogy némi kritikával is éljek, többször éreztem azt, hogy na most érkeztél meg a versbe, aztán megint egy picit elmentél, aztán ezt körülbelül háromszor éreztem azt, amikor nagyon személyes voltál, akkor volt nagyon jó. Az első, az a imádom a fényt, ott megérkeztél ebbe a versbe, addig nem igazán. Aztán még három ilyen pontot vettem észre, hogy ott vagy benne igazán a versbe. És talán még egy jó tanács, hogy a szenvedét és az indulatot azt nem mindig hangerővel kell pótolni, főleg mikrofonban nem. Tehát lehet azt másképp is egy belső feszültséggel előhozni magunkból, és akkor nem lesz bántó, de minden dicséretem, hogy ezzel megküzdöttél, ezzel a nagy verssel, és ez így érdemes egyébként szerintem nekiállni egy versnek, egy ekkora versnek. Köszönöm szépen. Nos, Adinak a Holnap hősének az életútját hallhattuk tőled. Én azt gondolom, hogy az elmúlt esztendő nyomán, hogy te magad is a Holnap hőse vagy, úgyhogy én gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ebben. A következő versmondó Török Laura, a Vasvári Pál Gimnáziumból érkezett hozzánk, 12. osztályos tanuló, Aranyi János versét hozta el nekünk. Arany János, hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán indul a késő éjszakán.
Előtte a folyam. Az új híd. Még rajta zászlók lengenek. Ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet. Nyeré Szent Szűz Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri. Éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri. Len csillagok százezeri. S amint az óra csengve, bongva, kivéknyan üt, kivastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyéka habon, ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő kiállig, s körülforog kíváncsian. Majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind! Vigan. Gyerünk! Ki kezdje? A galamb pár. Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után! S buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a millióson van a sor. Bátran öregem! Ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem. S elsimul a víztükre lenn. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvatárnót elszalasztám. Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. Egy tisztes agg fehér szakállal lassan a hídra vánszorog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet. Mégis nyomorog. Fogad benyílt örvénytorok. Unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhán kikel. Ah, kínos élet! Reggel estve öltözni és vetkezni kell. Ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dúlt férfi váza csörtet fel és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont. A többi súgdos. A bolond. Szúrtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, s ketten repülnek a Dunába. Lábszíjra várt a mesterem. No, várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfréd a húgom. Eltűnnek mind a jártuton. Párbajban én ezt így fogadtam. Menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, és íme, az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így. S már nem egyenként. Seregben cikázva némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak föl-fölröppenve szállanak. Óriás szemekben hull ez zápor, len táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel, s le, mint malomkerék, a Duna győz is, adja még. Néz a fiú. Nem látja többé. Elméje bódult, szeme vak. De amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad. S nincs ellenállás-e viharnak. Széttörni-e varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra egyet üt, üres a híd. Csend mindenütt. Köszönjük szépen, tisztelt zsűrié a szó. Amit a zsűri elmondhatna egy versmondásról, egy vers előadásáról, hogy mit kell tenni, hogyan, az kegyet bemutatta nekünk. Kezdve azzal, hogy fölállt a dobogóra, kezdve különösen nagy erejű volt annak, ahogy elkezdte a verset. Ezt minden alkalommal elmondjuk, hogy milyen hangsúlyos és milyen fontos dolog a verset elindítani. És lenyűgöző volt számomra az egész rendkívül nehéz versnek az előadása. Tiszta szívből gratulálok, és tiszta szívből gratulálnék Brunner Tóth Andrea tanárnőnek a fölkészüléséhez.
Ugyanezt mondhatom el én is, ez egyfajta vízió. És ugye már tavaly megérthettük, hogy nem kétséges a te utad. Azt írott, hogy a székelyföldi Varga Sándor verstábra szeretném még egyszer eljutni. Ott már bizonyítottál, előtte az elmúlt esztendei vers ünnepen nem különben, úgyhogy szerintem, mondom még egyszer, ott a helyed. Egyetlen egyszer mondtam ilyet így a vers ünnep alkalmával, nem tudom hány évvel ezelőtt, hogy arra szeretnélek megkérni, hogyha lehet, hogy a döntőn ezt a verset, ha megtennéd, hogy ugyanezt mondanád, én annyira, de annyira kíváncsi lennék arra, hogyha egy mentorral dolgozol együtt ezen a versen, hogy láttatja veled esetleg egy picit másképpen, vagy erőteljesebben, vagy azt éreztem, nagyon tetszett, de azt éreztem, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogyha együtt dolgozol egy kollégámmal, akkor utána mi lesz ugyanebből a versből? Köszönöm. Csak egyre vigyázz, ha ugyanezt mondod, hogy ugyanilyen ízléssel mutasd föl a főszereplőket, mert mindig ennél a versnél nagyon nagy csáberő az, hogy külön-külön eljátsszuk a szereplőket, de nem győzzük folyton hangsúlyozni, hogy a versmondás egy picit különbözik a színjátszástól, és pont nagyon jó ízléssel megtaláltad ezt a határvonalat, amiben különböznek, és ezért külön megdicsérlek, hogy nem csábultál el a színjátszás felé. Én is szívesen meghallgatom majd még egyszer, csak ne engedd, hogy minden szereplőt külön-külön és hatalmasan drámaian eljátszátok. Én is köszönöm szépen. Azt vettem észre itt a szereplőknél, az áldozatoknál, hogy még az első felsorolás, vagy az elején az áldozatok körében, amikor a hídra léptek, még volt olyan, akit nem tudtam biztosan az előadásodban, hogy most ki is volt ő, de nagyon hamar rátaláltál, és akkor mindenki átjött utána, már mindenki világos volt számomra, és nagyon jó volt ezt megérezni, hogy igazán át tudtad adni, hogy kik is léptek oda a hídra. És amit nagyon köszönök, és nagyon-nagyon tetszett, az a lezárás, ahogy megoldottad, hogy elcsöndesedett a híd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az értékelést. Következő versmondónk Borbély Levente Miklós, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett hozzánk, Vörös Sándor verssel készült. Vörös Sándor, az éjszaka csodái. A város végi csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak, háztetők, s a sorompon túl ébenszi lepelben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pislafény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem, és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el? Ha elzár tőlem a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te! Ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem a nevetésedet, mint kint ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor málik az éj válláról, s szemközt a sarkon a cégtábláról furcsán szökken a pentameter sor elő. Tóth Gyula bádogos és vízvezet égszerelő. A nevetésed is ilyen bolond. Mindenre illik, és semmit sem mond. Üldögélünk, csendesen. Két jó gyerek, rendesen. Messzi kocsmazene halszik, a környéken minden alszik. Az alkófban odaállt, milyen alszik anyukád, és a szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vígláb néni, balog úr, a vasutas, imádód, a kisinas. Itt is, ott is,
Emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú ingaórák fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek, kúsz a tájon, álmodom, mint pókfonálon, hús, hús. Föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hús, hús. Nézd, a ház, mint a felhő fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyékas belőle alvó lelkek párolognak. Légbe kelnek a kéményből, mint a füst, az ereszről, mint ezüst. Száll a kövér vakos néni, deszka vékony vígláb néni, s körötte nagy sereg, libben szökken hemperek. Ni, a gőspék ketté bomlott, és kergeti önmagát. Balog úr a templomtornyot fújja, mint a furuját. Azt fújja, hogy ne sirasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vígláb néni peckes módon sétálgat a sürgöny dróton. Krinolinja, lyukas hordó, kezében egy napra forgó, vékonyakán férfi gallér, oldalán egy szép gavallér. Vígláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpa ernyőn, s nézi párját. Lássa, kérem, arádéra megy a pénzem. Nekem pohár sörre nincsen, neki fodrász, ruha, minden. Én? Megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer. Államreform kéne régen, persze nem hitték. Na tessék, adó, lakbér, nem csekéség. 5 gyermekem van, kérem. Oda néz szözbogár, ott a boltos lánya áll. Boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. És belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fok kefét, ráadásul a kezét. Röptük össze-vissza húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Mogyoró Pál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudná talán milyen hal ez? Macska cápa? Hát rá van írva az uszonyára, de nincs itt az ókulám. Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott. És a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon. Majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint nyári réten. Kisgyermek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol, öreg bükkfa alatt labdázik egy fiúcsapat. Ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan leejti. Kicsúszik alóla a rét, meg a kémény, és eltűnik az éjcsip kéméjén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, és a dombokon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta. És elcsitul az alvó karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögötte a hajnal fut lobogó szőke hajjal. Csörömpöl a reggel, száll a fény. És az éjj tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk. Te, meg én. Köszönjük szépen, kérem a zsűrit értékelje a versmondást. Azt írtad, hogy alig vártad, hogy annyi idős legyél, hogy nevezhessél. Isten hozott. Köszönöm szépen. Örülünk, hogy itt vagy. Pár dolgot szeretnék elmondani neked, amit észrevettem. Nagyon szépen beszélsz. Gyönyörűen, kristálytisztán hallani minden mással hangzódat, de
De. Szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a dupla mással hangzókat, az duplán kell ejteni. Egyetlen egy volt a libben, ahol hallottam mind a két bét, és akkor mondom neked a messzeség, annál, moraijjal, hogy ezekre vigyázz és figyelj, kérlek. Nem tudom, hogy ti halljátok-e egymást, Anna pont azt hiszem az előző versmondónál említette azt, hogy mennyire fontos az, hogy egy verset nem eljátszani, és nem azt is írtad magadról, hogy nagyon érdekel a színjátszás tagja, vagy több diák szín, tehát hogy dolgozol máshol is, és foglalkozol. Nem szabad összekeverni a versmondással. Erre így nyomatékosan szeretném felhívni a figyelmedet. De Isten hozott itt a körünkben téged, mert nagyon nagy tehetség vagy, csak meg kell tanulnod, hogy ez egy másfajta előadó művészet egy picit, jó? Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Fantasztikusan mondtad ezt a verset, csodálatos az orgánumod, a Jóisten is előadó művésznek teremtett szerintem. Én is csak ezt emelném ki, amit kolléganőm mond, hogy neked egy picit azt kell megtanulni, hogy felmérni egy helyet, a termet. Például nem szabad ilyen közel menni a mikrofonhoz, mert szerintem ez volt le egy picit. Biztos te is hallottad, hogy picit... Hát én is félig megsüketültem. Igen. Tehát egy picit csodáltam, hogy nem... Utólag is sajnálom mindenkit. Elnézést. Picit nem léptél hátrébb egy fél lépéssel, ezt egy kicsit bántam, mert szerintem még a színjátszás is azért lett egy picit sok a versben, mert könnyedebb lett volna a hangulata a versnek, hogyha ezt mind a te hangodból halljuk, és nem a hangosításból, de tudom, hogy a felvétel miatt kell a mikrofon. Ilyenkor észreveszi az ember, hogy hol van, és akkor picit távolabb lép a ennyi az összes tanácsom, mert egyébként csodálatosan megküzdöttél ezzel a nagyon-nagyon nehéz verssel, és nagyon könnyed lett volna, hogyha ez tényleg a te szádból halljuk, de én így is elképzeltem, és nagyon elégedett vagyok vele. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Én is gratulálok annál, és gratulálok Ferenci Noéminek és Nagy Juditnak is, hiszen a Fehér Holló és a Szabad Színház nagyon sokat segít abban, hogy ilyen fantasztikus versmondók nőnek ki. Úgyhogy csak így tovább. És kérlek, hogy arra mindenképpen valóban figyelj, amit Noémi is elmondott az imént. Köszönjük. Köszönöm szépen. Én még annyit szeretnék hozzátenni, nem tudom, hogy a zsűri társaim így látják-e, de annál a résznél, amikor elaludtak, nekem a vége nagyon-nagyon tetszett a vers vége, és szerintem az elalvás is, ez a finom átmenet sok talán jobb lett volna a tiktaknál, mert hogy amikor elalszunk, akkor úgy elhalkul körülöttünk a világ, és szerintem talán lehet, érdemes lenne erre majd figyelned a következőkben, hogy ott egy picit finomabban, hiszen úgy alszunk el. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő versmondónk Csizmadia Boglárka, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum első István Technikum 9. osztályos tanulója Petőfi Sándor verset hozott nekünk. Aranykalásszal ékes rónaság, melynek fölötte lengedéli báb enyelegve űz tündérjátékokat. Ismersz-e még? Ó, ismerd meg, fiad! Rég volt igaz, midőn a jegenyék árnyékain utószor pihenék, fejem fölött még őszi légen át vándordaruid V betűje szállt. Midőn az ősi háznak küszöbén a búcsú tördelt hangját rebegém, s a jó anyának áldó végszavát a szellők már régen széthordozák. Azóta hosszú évsor született, és hosszú évsor veszte életet, s a változó szerencse szekerén a nagyvilágot összejártam én. A nagyvilág, az életiskola, verítékemből ott sok elfolya, mert oly göröngyös, oly kemény az út, az ember annyi sivatagra jut. Ezt én tudom, miképp nem tudja más, kit örömével a tapasztalás sötét pohárból annyiszor kínált, hogy ittam volna inkább a halált. De most a bút, a hosszú kínokat, melyektől szívem oly gyakran dagadt, és minden szenvedés emlékzetét, egy szent örömkönnyűje mossa szét. Mert ahol enyhe bölcsöm lágy ölén, az anyatejnek mézét ízlelém, vidám napod mosolyog ismét reám, hű gyermekedre, édes, szép hazám.
Köszönjük szépen, kérem a tisztelt zsűrit, értékelje a produkciót. Boglárka, inkább úgy érzem, hogy egy kicsit a szöveget próbáltad felmondani, mert hiányoltam egy kicsit a felépítését a versnek, tehát hogy elkezdődik egy személyes hangnemben, és aztán kifut valahová a vers, és aztán másképp fejeződik be. Egy picit szerintem a druk most több volt benned, mint a szokásos. Erre nagyon vigyázz, hogy fel kell építeni a verset ugyanúgy, mint egy házat az alapoktól kezdve, és van benne egy korona is, és tudni kell ezt szépen felvázolni. Úgyhogy ezt tudnám tanácsolni, és mindenek előtt találd meg mindig a közös pontot a verssel, a költővel, hogy attól lesz igazán személyes a mondani valót, hogyha megtalálod benne azokat a sorokat, amik neked nagyon sokat jelentenek, és azokat hangsúlyozod ki. Úgyhogy majd ezzel még egyszer szerintem hallani fogunk téged ezzel a verssel. Tökéletesen egyetértek művésznővel. Azonnal, amikor elhangzott a vers, a költő és a vers címe, azonnal eszembe jutott, hogy föl kell építeni. Márpedig azzal, hogy bemondjuk először a szerzőt. Úgy, hogy nem fölvisszük a hangot, hanem levisszük a hangot, amikor azt mondjuk, hogy Petőfi Sándor. És akkor jön a vers cím, Hazámban. És akkor biztos vagyok benne, hogy könnyebb fölépíteni majd ezt, amiről művésznő beszélt. Én is úgy éreztem, hogy egy icipicit gyors volt a vers. Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, ahogy te látod magadban a verset, az a cél, hogy a nézőkkel velünk, zsűrivel, most teljesen mindegy, láttasd azt, amit látsz. Ahhoz meg nekem időre van egy picit szükségem, hogy felfogjam, megértsem, leülepedjen bennem is, amit mondasz. Hogyha ezt nagyon gyorsan elmondod, nyilván az izgalomból, mert ez érezhető volt, akkor nem tudom felfogni, és már tovasiklottál valamin, és én még ott tartok gondolatban, de te már előrébb tartasz. Tehát, hogy ezért is érdemes picit így, inkább, ha megállsz ott egy pillanatra, így megnyugodva, nem rögtön belekezdeni, egy pár másodperc szünetet tartva, hogy érkezz meg, te is lassulj le, és amennyire lehet majd, de nyilván ez majd idővel és a rutinnal ez majd beléd épül, hogy higgadtabban és nyugodtabban. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Következő versmondónk Hurda Patrik Petőfi Sándor versével készült, a Bugát Pál Technikum diákja. Petőfi Sándor, jövendőlés. Mondd anyám, hogy álmainkat éjjel te festi égi kéz, az álom ablak, melyen át a lelkünk szeme jövőben néz. Anyám, álmodtam én is egyet, nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyim növének, s átrepültem a levegőt, a végtelent. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye örvendez. Hosszúra nyújtja élted Isten, álmodnak boldog titka ez. És nőtt a gyermek, lángra lobbant meleg keblén az ifjú kor, s a dal malasztos enny a szívnek, midőn hullámzó vére forr. Lantot ragadt az ifjú karja, lantjának adta érzetét, s dalszárnyon a lángérzemények madárként szálltak szerte szét. Égig röpült a bűvös ének, lehozta a hír csillagát és a költőnek, sugarából font homlokára koronát. De méreg a dal, édes méze, s mit a költő a lantnak ad, szívének mindenik virága, éltéből egy-egy drága nap. Pokollá lett az érzelem láng, és ő a lángban martalék. Az földön őt az életfának csak egy kis ága tartja még. Ott fekszik ő, halálos ágyon sok szenvedésnek gyermeke, s hallá, mit a szülő bús ajka kínjának hangján rebege. Halál,
ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút. Soká ígérte őt éltetni az ég, vagy álmunk is hazud. Anyám, az álmok nem hazudnak. Takarjon bár szemfödél, dicső neve költő fiadnak, anyám, soká, örökkön él. Patriknak köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Patrik, nagyon személyes volt, szép volt a vers, szép volt benne a váltás, amikor egy nagyon személyes hangra váltottál, ezt nagyon jól oldottad meg. A sziszegőkre vigyázni kell, azt majd még, hogyha erre a pályára készülsz, akkor muszáj lesz egy pedagógushoz fordulni, aki szépen megtanítja kiejteni a sziszegőket. Úgy gondolom, hogy szép verset választottál, és volt is vele mondani valód. Egy kicsit később értél be a versbe, nyugodtabb tempóban kezdheted, és akkor még személyesebb és szebb lesz. De úgy gondolom, hogy van jövőd a versmondásban, és kicsit még majd érni kell hozzá, hogy minden gondolatát ki tud fejteni ennek a hatalmas költőnek, de ez megjön magától is. Nos, a Petőfi emlékében fontos, hogy Petőfi verset hallottunk az imént is, mégpedig, ugye ezt nem jegyeztem meg, de az első Petőfi vers volt, amit Boglárka mondott az imént, ami nyomtatásban megjelent. Nos, hát ez pedig egy valóságos szerepvers, egy igazi Petőfi vízió. Én azt gondolom, hogy remekül választottál, és ha megfogadod Anna tanácsát, akkor bizonyosan helyed lesz a színműn is, úgyhogy én gratulálok. Köszönjük szépen, érkezik hozzánk a következő versenyző, Nagy Petra Vera, aki a Vasvári Gimnázium 10. osztályos a diákja és Babits Mihály versével készült. Babits Mihály, Petőfi koszorúi. Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága. Hol a szem, szemével farkas szemet nézni? Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep, s e mái napok szűk folyosóira szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar. Talány zaja, csöndje, s úgy támolyog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán, börtönből börtönbe. Ki ünnepli őt ma, mikor a vágy, a gond messze az övétől, mint sastol a vakond? Avagy gyáván bújik, s a bilincses ajak rabszavakat hadar? Csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit. Ó, vannak koszorúk, keményebbek, mint a deszkák, súlyosabbak, mint hantyai kint a hideg temetőnek. Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot, melyet eszméinek ellensége rádob emlékére kőnek. Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad! Nem drótos füzérbe görbítve, légy szabad virág szabad földön, hogy árván maradva megrablott birtokán mondhassa a magyar. Kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Avagy virág vagy te? Légy virág! Légy vigasz, legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepségén. Koporsók tömlöcét, aki elkerülte, most hazug koszoruk láncait ne tűrje eleven emlékén. Köszönjük, tisztelt zsűri, várjuk az értékelést. Petrát használod, ugye? Vagy a Verát? Petrát. Kedves Petra, ez egy erős, nagyon komoly vádvers.
vádolunk, ugye, egy egész korszakot, és annak a főleg az ifjúságát benne. Tehát nagyon finom női lélekkel adtad elő. Volt, ahol felcsillant ez az erős vád, de egy picit kevés volt még. Nyugodtan állj bele ebbe a vádoló hangulatba, és ha még egy tanácsot elfogadsz, akkor a vége az, amit nem szabad ilyen váratlanul befejezni. Tehát fokozni kell ezeket a vádakat szerintem ebben a versben, és akkor jobban megérkezel a végére is. Azt éreztem nálad is, hogy az izgalom vett egy picit vissza az előadásodból. Teljes mértékben csak most próbálok téged bíztatni, mert egyszerűen azt érzem, hogy tökéletesen érzed a verset, tudod a verset, benned van a tartalma, érted a tartalmát, ki is tudnád fejezni, de visszafojtod magad, az izgalom által. Ha jól látom, tele van pillangóval a felsőd, igaz? Szárnyalj, ahogy a pillangó a versel együtt, és engedd magad szárnyalni, ne folytsd vissza, engedj el, mindegy, ha hibázol, nem számít semmi, senki, aki itt ül. Minden adott benned. Most csak aláhúzom háromszor, benned van minden, ez az egész vers, tudod és érzed, hagyjad magad szárnyalni. Jó? Légy bátor, hazám ifjúsága! Sőt, abszolút csatlakozni tudnék az előttem szólókhoz. Rögtön az első mondatnál az jutott eszembe, amit művésznök itt elmondtak. Már az első mondat egy nagyon erős számonkérés. Hol a szem szemével farkas szemet nézni? Aztán majd jön ott. Én is csak csatlakozni tudnék, és azt szeretném tanácsolni, hogy bátran találd meg azt, akitől követelsz, akit megszólítasz, hogy álljon a talpára. Találd meg a megszólítottakat a versben. Bátran. Köszönjük szépen. Simon Kimberly Diana, az első István Technikum 9. osztályos diákja, a következő fellépünk itt a versünnep színpadán, és Kis Judit versével készült. Kis Judit Tágnes, UV. Megbuktam, uram, mint már annyiszor, és jogos volt. Te sosem szadizol, csak kérdezel, és én nem tudom a választ. Mert lusta voltam tanulni, és fáraszt a sok olvasás, a korai kelés, a gondolkodás, a jegyzetelés. Megbuktam, uram, amit tanítottál 10 hónapig, egy árva szót sem értek, hiába való volt az összes órád. A legkönnyebb szabályok ellen vétek. Látom rajtad, hogy csalódott vagy. Ahogy azt is, hogy bíztál bennem. És jobban fáj, hogy nem teszed már, mint az a szó az indexemben, hogy elégtelen voltam hozzád. És elégtelen annyi máshoz. A kitárt szárnyú repüléshez, a sebzéshez, a gyógyuláshoz. Nem ismertem fel a hamis szót, sem a szívből kiszökkenő vért. Futom tovább köreimet, örök évfolyam ismétlőként. Matróz blúzban lehajtott fejjel megyek az utcán, szinte sírva, mit bánom, ha megbámulnak, látják rajtam. Ma volt a vizsga. Csak alakítom, átfogalmazom, azt az egy mondatot, mit neked mondok, ha még nincsen túl késő hozzá. Uram, adj még egy időpontot. Köszönjük Várjuk a zsűri értékelését.
Ebben a versben ugye az a nehéz, hogy elvileg a pótvizsgáról szól, tehát utolsó vizsgáról, vagy még egy vizsgáról, de hát természetesen nem csak erről van szó, hanem a Jóistenhez való viszonyunkról, ugye, és a hiányról, ami bennünk van, és az örökös bűn tudatról, és ezért egy kicsit talán a végét én is ez szerint alakítanám, hogy adj még egy időpontot. Nem hagynám fent, mert akkor egy kicsit elveszik a vers értelme. De azt látom, hogy tudod, érzed pontosan ezt, csak még nem tudtad teljesen kifejezni, átadni számunkra. De biztos vagyok benne, hogy egy Vörösmarty színházi segítséggel ez már menni fog. Szép volt különben. Köszönöm. A Ízig-Vérig kortárs költő Ízig-Vérig mai verse, és én azt gondolom, hogy keresd a mélységeit. Nem tudok más tanácsot adni. Tehát gondold át, hogy tulajdonképpen mit is szándékozik üzenni, kifejezni, és akkor kerek lesz a világ. Köszönjük szépen. Hogy sikerült erre a versre általálni, vagy hogy sikerült az, hogy egymásra találtak a versel? Hát igazából segítettek, és amikor elsőre olvastam, akkor nekem nagyon megtetszett. Mert szerintem ez úgy az egész életről szól, a mindennapi hibáinkról, amiket újra és újra elkövetünk, és ezért engem ez nagyon megfogott. Uram, hagyj még egy időpontot. Köszönjük szépen, gratulálunk. Galovics Luca a következő versmondónk a Ciszterci Szent István Gimnáziumból, és Bella István versét hozta el nekünk. Bella István a rakparton. Nem mondjátok, hogy nem igaz. Kitanultam én a magányt, s felnőtt lettem hirtelen. Kitanultam én a halált. S bár tudom, ki ember, ki telel, nem roskat hó, új fű a vágy, de addig értem, ki felel, ha jóvá hagyom a fagyjogát. Az ember fölnő hirtelen. Fölfedezi ez a világ, megcsapja önző gyötrelem, s ha hisz, golyóért kiált, inkább, mint sem maga legyen. Nem mondjátok, hogy nem igaz. Íme, olvadó, fényteli délben mentem a Lánchídon, és elkezdett az ég fémleni. Elkezdett a víz fémleni. És az ég alól, mint itt maradt, kilépett lapítva a magány. Kilépett feszesen a parancs, s hallottam újra hátraarc. Elkezdett az ég fémleni. És az ég alól, a föld alól, senki nem jött megvédeni. Nem mondjátok, hogy nem igaz. Nyár volt. Lustán nyúlt el a part. Kilépett a sárga magány, kilépett a dögzöld parancs, hallottam újra hátraarc. Csattant a csönd, és indulás. Nyílt nappal bordáim közé bökték a fénygép pisztolyát, és vittek a rakpartra le, hol parancsra vetkőztek a fák, lábukhoz helyezve precízen a koszos és elnyűlt gúnyát, és hogy kiszegesedtek csupaszon, vállak, mell, fehér lett a láb, én átláttam lengő águkon, verni a remegést magát. Nem mondjátok, hogy nem igaz. Nyár volt, gyöngyházfényű idő, a vizen pillegett szemem, áttetsző, szép szitakötő, elkezdett az ég fémleni. Tarkóra szorította a kezét. Két suhanc kísérte a délt az égről a Duna felé. Vetkőz! Hogy a dél megállt, s vetkőzött, úgy reggeledett visszafelé a halálra vált idő. Már nem szégyenkezett. Lehult a karton délelőtt, karjáról fénykarprecek csörögtek. A szellőcipőt lerúgta, lemesztelenedett, ott állt az idő csupaszon. Nyírkos hajnal volt. Mellei többettel lógtak a hason. Csontig száradtak kezei.
Ne mondjátok, hogy nem igaz. Nyár volt. Gyöngyház fényű idő. Elkezdett az ég fémleni. Deresedni kezdett a kő. Veresedni kezdett a kő. S a szürke és bekormozott égen megrándultak a felhők. A csuka szürke vagonok, s zörögtek számlálatlanul s a rácsokhoz, az emberremény. Csak itt-ott szorított a vézne gyerekujját a fény. Nem mondjátok, hogy nem igaz. Nyár volt, könnyű gyöngyházidő. Sisteregni kezdett a kő. Egy csattanás, kisiklott az ég. Mint vagonajtó kiszakadt a fémlő felhős, elgurult. Hajak zuhogtak, hajak, szemek zuhogtak. Hajak, hajtuk, villámok. Megered beszélt a magára maradt vagon. Esett és esett. S hogy a tócsába gyűltek az apró vízcseppek. Ja, gyűrűző idő! Üres szemüvegkereten át nézett 100 000 eső. Ne mondjátok, hogy nem igaz. Nyár volt, szikrázó lángidő, mellemre rátapadt az ing. Vert, belülről vert az idő. Szaporodni kezdett a kő. A szurokból és kőből kinőtt, egy helyben topogó lábnyomok, cipők lettek, amőba cipők, stódultak mindenfelől. Topánkák, félretaposott szandálok, körömcipők, saruk, bakancsok, csizmák, papucsok mentek láb nélkül lefele a lépcsőkön. És hogy az áradat körémért, s rám nézett keze, szégyeltem szemem s lábamat. Nem mondjátok, hogy nem igaz. Kitanultam én a magányt, s felnőtt lettem hirtelen. Kitanultam én a halált. S bár tudom, ki ember, ki talál, nem roskat hó, új fű a vágy, de addig értem kifelel, ha jóvá hagyom a fagyjogát. Az ember fölnő hirtelen, fölfedezi ez a világ, megcsapja önző gyötrelem, s ha hisz, hát golyóért kiált inkább, mint sem maga legyen. Az ember nem lehet hontalan, sem önmagának idegen, sem önmagába száműzött. Az ember maga a szerelem. Szabadságának dolga van mindenkivel. Veled és velem. Köszönjük Várik a zsűri értékelését. Egészen elképesztő, hogy ilyen gyönyörű Bella verset hoztál Székesfehérváron. Bellát hallgatni mindig nagyon-nagyon nagy öröm, és hogy rátaláltál erre a csodálatos versre, és minden sorát érted, és tudod, és nagyon személyes volt a versmondásod, ami nekem nagyon modern, és nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Amit tudnék esetleg tanácsolni, ezt a ne mondjátok, hogy nem igaz, ugye ez fordul elő, nem olvastam meg, hogy hányszor, de ugye ez refrénként jön vissza folyton minden verszakban. Ezzel tudnál egy kicsit még mit kezdeni. Most úgy érzem, hogy nem egészen igazítottad mindig hozzá az egyébként nagyon jól előadott verszakokhoz. Látszik, hogy tökéletesen érted, tudod, szereted ezt a verset. Szívemből gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon nehéz verset választottál. Nagyon való neked ez a vers. Hogyha az elején, tényleg így a vers eleje fele nem kaptam volna fel a fejemet arra, hogy nem értettem egy szót, mert annyira gyorsan mondtad. Igen, egy picit elhadartad az elejét. Elkezdtem így aláhúzni, hogy miket nem értettem. Nem akarom most felolvasni, mert nincs jelentősége. Viszont így, hogy elkezdtem figyelni és olvasni párhuzamosan, azt viszont észrevettem, hogy többször hibát vétettél, ami szintén nem számít, mert ha nem nézem, észre sem veszem. Lehet, hogy te sem vetted észre. Nem számít. Tényleg nem számít. Nem ez a lényeg. Amit az Anna mondott, ugyanezt éreztem én is, hogy ezeket ugyanazokat a mondatokat muszáj másképpen mondani, nem mondhatod mindig egyformán, és ennek nyilván a vershez, a tartalmához kell, hogy igazodjon. Erre biztatnálak téged is, te egy nagyon-nagyon komoly és érett lélek vagy, ember. Tied ez a vers, egy icipicit még foglalkozz vele, illetve majd, ha segítenek neked, én szívesen meghallgatnám ezt a verset is még egyszer. Nagyon gratulálok. Köszönöm szépen.
Gratulálok én is. Tudsz-e még világul, kérdezi Bella István egykoron. Tudsz-e Bella Istvánul? Nekem ez jut eszedbe. Kiderült, hogy tudsz Bella Istvánul. Nekem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy körülbelül 10 éve, Zoli talán 10 éve, Sárkeresztúron ez a vers elhangzott. Egy ottani kicsi lány, egy Sárkeresztúri általános iskolás kislány mondta, és akkor figyeltem fel rá, és utána olvastam akkor, Bella István azt mondta, hogy ez a vers számára a valaha volt. A legkönnyebb és a legnehezebb volt megírnia. És ezt te rendkívül hitelesen tolmácsoltad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, gratulálunk. Nos, akkor a következő versmondónk Gál Nóra Barbara, aki Arany János versével érkezett hozzánk. Arany János, Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja kár, nagyba éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskorát, míg elvette a sinkó ég cifra lányát, a terát. De most bezzeg bánja már, váltik hatja, kár volt, kár, hesmadár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik se köszön, se ott kapja. Kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár, hesmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se halt. Kenn meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi balt. Nem vagyok én csapodár, Rebi néni mondja, kár, hesmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt, s egyebet. Nesze, jányom, e mézesbor erősítse a szíved? Szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár. Hesmadár. Háborúság, házi patvar, attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba. Pörge Dani tűri még. A bölcső is ott van már. Künne egy varjú mondja, kár, hesmadár. Asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket. Ne, a varjút, hol a puskám? Útra meglövöm neked. Varjú, azt se mondja, kár, el sem is rebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár. Hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen? Útnak indul, bujdosásnak. Keskeny a palló kettőnek, nem térhet ki a Dani. Egy billentés, lent a vízben nagyot csobban valami. Sok eső volt, mi az ár? Varjú látja, mondja, kár, hesmadár. Bújdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög. Felvont sárkányt vesz kezébe, s hajtjai, megállj, görög. Varjú mint kíséri, kár, fennakadsz te szép betyár, hesmadár. Most ebédre hollók varjak seregestül, aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár, hesmadár. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, most röpül. Egy varjúból a másikba száll a lelke vég nekül, s kinek ő azt mondja kár, nagyba éri, és nagy kár, hesmadár. Köszönjük szépen, várjuk a zsűri értékelését.
Nagyon nehéz ez a ballada, nagyon nehéz mondani. Nagyon sok titka van, amit nehéz egy előadó művésznek átadni a közönségének. De az minden bizonnyal igaz lehet, hogy itt is kezdeni kell valamit a folyamatosan visszatérő refrén mondatokkal, és nem csak a kárral, és nem csak ugyanúgy minden verszak végén. A hesmadár is másképp kell, hogy szólaljon az első verszak után, mint a nyolcadik verszak után, vagy a tizedik verszak után. És ha még egy tanács jöhetne, akkor az lenne, hogy az előadó művész tekintete nem mindegy, hogy hova irányul. Ezt nem lehet szabályként elmondani, hogy hova kell nézni egy versben, de annyit meg lehet állapítani minden bizonnyal, hogy verse válogatja. Hogyha az is mást jelent, hogyha kinézel ott messze az ablakon, az is mást jelent, ha a közönség szemébe mondod a verset, és az is jelent valamit, ha csak a saját gondolataidban vagy, és hol itt, hol ott, de más, tehát nem a közönségre nézel. Tehát ez eldöntendő kérdés, de azzal mindenképpen rosszul jár az előadó művész, hogyha a padlót nézi, vagy a földet nézi, mert az a zavarát tükrözi leginkább, vagy a kicsi bizonytalanságát. Tehát annyit tudnék mondani jó tanácsként, hogy ez döntsd el, hogy ez a vers ez hova szól és kinek szól, és akkor biztosabb eredményt érsz el vele. De biztatlak, mert úgy érzem, hogy sok minden van benne, csak még az eszközeid nem elég jók ahhoz, hogy kifejezd egy ilyen nagyon nagy verset a közönségnek. Én is ugyanezt éreztem, amit a művésznő is mondott, és fel is írtam azt a szót, hogy szemkontaktus, hogy ezzel kell valamit kezdeni. Ugyanakkor ez volt az első benyomásom, és utána jött az, hogy hú, azért ez nagyon jó, nagyon kifejező, és ahogy itt többeknél ma már volt, hogy bizonyos szavak nem hangzottak olyan szépen, nem érthető. Itt én úgy érzem, hogy majdnem minden szót szépen értettem, és nagyon szép volt. Tehát van mivel, van hova dolgozni, mert vannak, megvannak az adottságaid, úgyhogy gratulálok, és így tovább. Köszönöm. Mindaz, ami itt elhangzott, azt hiszem, hogy könnyen megoldható, hogyha olyan verset választ a versmondó, amelyiket saját gondolatait fejezi ki, amelyikkel saját gondolatait fejezik ki. Minden megoldódik véleményem szerint, és én gondolom, hogy zsűri társaim egyet értenek ezzel, hogy ha valaki hitelesen tud megszólaltatni egy verset, az azért van, mert a saját gondolatait szeretnék közölni. Így minden a helyére kerül, szerintem a hangsúlyok, a szünetek, minden. A legfontosabb tanácsom az, hogy olyan verset kell választani, amivel a saját gondolatait tudja közvetíteni nekünk. Ez nagyon nehéz feladat ebben az esetben. Köszönjük szépen Gálnóra, Barbarának a verset, aki a Deák Ferenc Technikumból érkezett hozzánk. A következő versmondó pedig Kalincsák Ádám Ady Endre versével. Ady Endre, de ha mégis. Gondoltam, drága kicsi társam, próbáljunk mégis megmaradni ebben a gyilkos vaddúlásban. Mikor mindenek vesznek, tűnnek, tarts meg tegnapnak, tanúságnak, tarts meg csodának, avagy bűnnek. Mikor mindenek futnak, hullnak, gondoltam, drága kicsi társam, tarts meg engem ígérő múltnak, tarts meg engem, míg szögek vernek, véres szívemmel, megbénultan, mégiscsak tegnapi embernek. Karolsz még, drága kicsi társam? Jaj nekem, jaj, ezerszer is jaj ebben a véres ájulásban. De ha megyek, sorsom te veddel, kinek az orkán odatta a te tűrő, igaz kezeddel. Köszönjük. Biztatnálak arra, hogy ne túl akarjál lenni a versen, hogy most kipipáltad, hogy elmondtad, hanem hogy akarjál vele valamit közölni. Van mondani valója minden versnek, találd meg a mondani valóját, és
Menni fog ez? Hidd el. Hidd el, ne csóváld a fejed, hidd el, mindenki túlélte már ezt, mindenki. Csodálatos dolog, és annak örüljünk mi is, meg te is, hogy egyáltalán azt érezted, hogy ide kell jönnöd, hogy szeretnél részt venni ezen a versenyen, és akkor inkább tehát ahelyett, hogy túl szeretnél lenni, inkább éld meg a pillanatát, éld meg a csodáját, a gyönyört, a versnek a gyönyörét, azt, hogy fönt állsz egy színpadon, hogy mindenki téged figyel, hidd el, hogy amennyire ez nehéz, annyira ebben van egy boldogság is, mert most mindenki rád kíváncsi. És most itt a lehetőség ebben a pár pillanatban, vagy percben, hogy áthathass valamit magadból, hatással lehess más emberekre, vagy akár saját magadra, a fejlődésedre. Ez egy csoda. Hagyd, hogy megtapasztald azt a csodát, hogy itt lehetsz, és legyél büszke magadra. Én nagyon büszke vagyok rád, mert ez egy óriási út volt. Köszönjük szépen. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ti itt a versmondók egy csapatot alkottok, közösségé váltok gyorsan. Ezt gratulálok, hiszen a közösség tagja lettél, és azt hiszem, hogy ezt nem bánhatod meg. Mindannyian hibázunk naponta, többször is, de igyekszünk tanulni a hibáinkból. Tehát itt most neked azt kell végig gondolni, hogy egy vers, a szövege az csak alap. Tehát azt olyan fokon kell tudni a szöveget, hogy ne okozzon már mindenféle problémákat emlékezni a szövegre, és akkor utána már gondolni tudsz a tartalomra is. Tehát azt, hogy ez a vers miről szól, a kétségekről, a magányról, a félelemről, azt azért érezni kell egy versből, tehát ez a következő lépés, de ahhoz kell egy biztos szövegtudás, tehát ha legközelebb kiállsz, akkor nem az a baj, hogy bele zavarodsz egy gondolattal vagy szóval, hanem az, hogy nincs biztos szövegtudás, de legközelebb majd ezt szem előtt tartod, és akkor már a tartalomra is figyelni fogsz. Mert érdemes, különben szép a hangod, a kiállásod is remek, tehát foglalkozz vele. Érdemes olyasmikkel küzdeni az embernek, amit szeretne, vagy amit nem tud még, de küzdeni kell. Erről van szó. Ádám, hogyha jössz erre a helyedre, akkor gyere ide, légy szíves, és adjál nekem kezet arra, hogy találkozunk versmondó versenyeken. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek. Érkezik a következő versmondó, Freslé Zsófia, a Láncos Kornél Gimnázium 9. osztályos tanulója, Pilinszky János versét hozta. Pilinszky János, ne félj! Én megtehetném, és mégsem teszem. Csak tervezem, csak épp hogy fölvetem. Játszom magammal, ennyi az egész. Siratni való inkább, mint merész. Bár néha félek, hát ha eltemet a torkomig felömlő élvezet, mi most csak fölkérődző förtelem. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán. Mi lenne, ha rátok gyújtanám, hogy pusztuljott és vesszenek veled, kiket szerettél, együtt vesszetek. Előbb örökre megnézném szobád. Elüldögélnék benne egy délutánt. Agyamba venném, ágyad merre van. A képeket a fal mintáival, a lépcsőt, mely az ajtódig vezet, hogy tudjam, mi lesz veled, s ellened a tűzvész honnan támad, és hova szorít be majd a lázadó szoba? Mert égni fogsz, alant az udvaron, a tátott szájjal síró fájdalom. Megnyílik érted nyeldeklő torok, hiába tépsz föl ajtót, ablakot. A túlsó járdán állok, és falom. Gyapjat növeszt a füst a tűzfalon. Gyulladt csomóba gyűl, és fölfakad. Vérző gubbanc a szűk tető alatt. Mi engem ölt, a forró gyötrelem, most végigömlik rajtad, mint a geny. Sötét leszel, behorpat némasebb.
akár az éj, és az arcom odalent. Így kellene, de nem lesz semmi sem. A pokolban is meglazult hitem. Vigasztalást a játék sem szerez. Az éjszakának legmélyebb jez. Hogy átkozódtam, vedd, minek veszed, nem érdekelsz, nem is szerettelek. Aludj nyugodtan, igyál és egyél, s ha értenéd is átkaim, ne félj. Köszönjük, Pálik, a zsűri értékelését. Zsófi, nagyon-nagyon fontos, hogy lássam a tekintetedet. Hogyha ennyire sokat nézed a földet, akkor csak a szemhéjadat látom. Kimondottan felcsillant bennem a minden is benned is, amikor felemelted a tekintetedet, és tele volt élettel, és a szemedben benne volt a mondani valója a versnek. Nagyon-nagyon fontos az, hogy lássuk a szemedet, mert ott van benned ez a vers, elő tudod adni, de hidd el nekem, hogy hatványozottan emeli a vers értékét azt, hogyha látjuk, mert beszél a szemed is, te magad is. Erre figyelj, és amúgy csodálatosan tiéd ez a vers. Hidd el, mert azt látom, hogy nem hiszed. Hidd el, bízz el magadban egy picit jobban, és ne félj. Ne félj, nagyon izgultál te is, ez ennek tudható be, tudom, de lehet, hogy kiírjuk majd itt, hogy nem harapunk. ne izguljatok ennyire. Szeretném ezt a verset majd még egyszer hallani tőled, jó? Köszönöm. Nos, hát Pilinszky jelenség, esztétikum, létező, és ezt elhoztad nekünk, hiszen székesfehérvári. És mi szeretjük Székesfehérvárt, szeretjük Pilinszkyt. Egyébként pontosan tegnap este volt egy irodalmi műsor az M5-ön. Belenéztem, és ezt a verset mondták, úgyhogy most megerősítetted bennem is, hogy ez valóban egy fantasztikus történet. Köszönjük szépen! Én is azt vettem észre, hogy meghatóan szépen érted ezt a verset, hogy a ne félj, az tulajdonképpen a félelemről szól végig, erről a rettenetes, riadt félelemről, és nagyon, nagyon nagy vallomás, amit az ember legszélesebben magába tartana, és soha nem merne kimondani, azokat mondja ki ebben a versben a költő. Megijedtem, picit magasabban szólt a hangod, és ettől féltem, hogy ez majd Pilinszkyhez hogy lesz, de azt vettem észre, hogy csodálatosan elemezted és érted ezt a verset, és tényleg a tekinteted, nem tudom, hallottad az előbb, amit a tekintetekről beszéltünk? Igen. Tehát, hogy mégis a földnek mondtad a verset, ezt bánom én is, mert gyönyörű szép kifejező a szemed, és mindent elárul, és látni akarom végig ezt a gyönyörű, riad, csodálatos szemet, ami ehhez a vershez nagyon-nagyon szép volt, úgyhogy én is akarom hallani újra. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A következő fellépünk Tóth Ádám, a Vasvári Pál Gimnáziumból 11-es és Petőfi Sándor versével készült. Petőfi Sándor, dicsőséges nagyurak. Dicsőséges nagyurak. Hát, hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába, rimánkodott a szegény nép, s hiába. Állatoknak tartottátok a népet. Hát, ha most, mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét, fogát, véretekkel festi meg, ki a síkra a kunyhóból mi nyomok? Kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok. Az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás órája. 1000 évig híztak rajtunk az urak. Most rajtok, a mi kutyáink hízzanak.
Vasvillára velük, aztán szemétre! Ott egyék a kutyák őket evédre! Hanem mégsem! Atyafiak, megálljunk, legyünk jobbak, nemesebbek őnáluk. Isten után legszentebb a nép neve. Feleljünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, s örömében mindenható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad, ha elveti kevéségét, címerit, s teljes egyenlőségünk elismeri. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek. Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak, szüksége van mindnyájunkra hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporán. Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Ez mi volt? Csináltál egy ilyet most? Az értékelésre? Igen? Jó. Nem, magam értékelése volt. Aha, jó. Én úgy éreztem, hogy te pontosan tudod, hogy mit szeretnél közölni. Tied a vers, látszik és érződik, hogy nagyon szeret szerepelni. Olvastam, hogy teszed is. Én egy icipici óvatosságra internélek téged is a hangerővel kapcsolatban, bár nem álltál ott a mikrofonnál, de nagyon visszahangolt, hogy ott nekem egy icipici túl billent. Utána nagyon nagy volt a váltás a visszajövetelnél, ami jó, de nekem az egy picit így túl sok volt. Én nálad is azt érzem, amit már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon szeretném hallani tőled ezt még egyszer úgy, hogy egy mentor dolgozik veled, és ezeket a kis apróságokat, mert ezek apróságok, de nagyon tudatosan be lehet építeni, hogy így csiszolgat rajtad, mint egy gyémánton. Köszönöm. Én is köszönöm. Egyetértek Noémivel. Mindenben. Tudod te, hogy jól szerepelsz. Viszont azt észrevettem, hogy a hanem mégsem, az már a második részhez tartozik. Tehát azt nem szabad tehát a hanem mégsemet összekötötted az első nagy indulatokkal. Én kicsit azt máshogyan értelmeztem. Igen? Hogyan? Amikor egy nagy tömeget akar megmozgatni az ember szerintem, akkor nagy szóval tudja csak megállítani azt. Az rendben van, a nagy szó, az teljesen rendben, de a hanem mégsem, az már váltás. Tehát az már a hanem mégsem, az már egy álljunk meg. Tehát önmagát is figyelmezteti. De te most vissza, tehát ugyanúgy mondtad, mint tehát új indulattal mondtad is nagy hangerővel, pedig az már a higgadtságra való intés. Na, eddig megmutattam, megmondtam, kiabáltam, hanem mégsem. És onnan kezdődik szerintem ez egy apróság csak, de tökéletes, és jó lesz ez. Jó lesz ez, ha te is figyelembe veszed, hogy mekkora lehet az a bizonyos szenvedély és hangerő. Tehát itt most mondjuk a kint a romkerthez való hangerőt használtál, miközben egy kisebb teremben vagyunk, de ezt nehéz felmérni, de ezt mindig meg kell tanulni, hogy körülbelül milyen helyen van az ember, és mennyit bír el a fül, és mennyit nem bír el. Jó lesz ez. Jó, már most is jó. Én még csak annyit tennék hozzá, hogy kifejezetten tetszett a vers eleje. Azzal a várakozással indultam, hogy ezt az ismert verssel hogyan fogsz megbirkózni, és megnyugtatott az eleje rögtön, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A versünnep színpadára szólítom Tóth Marietta Júliát, aki a Ciszterci Szent István gimnáziumból érkezik hozzánk, és Márai Sándor művével készült. Márai Sándor, halotti beszéd. Látjátok, feleim szemtekkel, mik vagyunk? Por.
és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avit kacat. A halottnak szakálla nőtt a nevet számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyermek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja a koporsónk felett. A halál gyötrelmei körülvettek engemet. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed. A csákány koppan, s lehull nevedről az ékezet. A türeni tenger zúgni kezd, és hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak, s üzennek ők mély szellemhangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, az nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs. Nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja ez a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A Mrs. s a bébi fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene. Aranyszava. Ripple színe. Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kisrakál, mely afrikai síradon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt. Testvért testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól. Ne szóljon ajakad. Egy másik nyög. Nehogy ki távol síre nemzeten, még egy hörög. Megutálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. S ne kérjed senkitől, miért. Vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál. Ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A radioaktív hamu mindent betemett. Tűrd, hogy már nem vagy ember, itt csak szám egy képleten.
Tűrd, ahogy az Isten tűri ezt, s a vadtajtékoség nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyog, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van ki eltemett. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, mikor a bossz megszámolja fogad. Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtött fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugori, még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet. És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk. Látjátok, feleim szemtekkel, mik vagyunk. Íme. Por és hamu vagyunk. Köszönjük. Nagyon gratulálok neked. Tipikus példája vagy annak, amikor valaki annyira magáévá teszi a verset, hogy nem csak az írójának a gondolatát hallom benne, hanem a sajátodat is, hogy te ezt hogy érzed, hogy mit gondolsz ezekről, és egyé váltál, de közben el is különültél csodálatosan. Annyira csodálatosan, hogy most meglepő, amit mondok, hogy azzal sem foglalkoztam, hogy mondjuk az érdekes kis R betűid, amik kicsit inkább ilyen racsolósak már, kimondottan való volt nekem hozzá, és megszerettem, és szerettem benne. Nyilván, ha hosszú távon majd a színpadra készülsz, akkor erre oda kell figyelni, de nem érdekelt, mert magával ragadott a vers, az előadásmód, te, és ez az egész így egyben, úgyhogy gratulálok. Szépen köszönöm. Gratulálok. Ugye ez az emigráns lét himnusza 1950-ben írta Márai. Csoda volt. Ez a tiéd, ez a vers mindenképpen. Gratulálok. Én is azt szeretném mondani, hogy érett volt, kifejezetten érett, gyönyörű versmondás volt, személyes, modern, nagyon, nagyon a tiéd volt a vers, nem is vitás. És hát nagyon szépen adtad elő. Én is az errekre mindenképpen fektetnék egy kis hangsúlyt, és a zárt, megijedtem, amikor bemondtad a címet, akkor nagyon zártan mondtad a Márait. Tehát, hogy arra nagyon vigyázz, hogy ne legyen nagyon zárt szájú a beszéd. Erre figyelni kell. Csodálatos volt a személyes hangod. Minden sor a tiéd volt, úgy éreztem, nagyon szép volt. Köszönjük. Nagyon meggyőző volt, és nagyon örömteli volt a szemkontaktus a hallgatókkal. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Horváth Tamást köszönhetjük a színpadon, aki a Ciszterci Szent István gimnáziumból érkezik hozzánk Csóri Sándor versével. Csóri Sándor, pihenés patak parton. Mint kereg betonkeverő, forogott fönn a nyári nap, dőlnek belőle remegő, finom anyagú sugarak. Egy patak partján hűsölök, árnyékot vet a partisás, szemembe piros deri gyűl, katica bogár villogás. Dél van, kábító június, delelni ledől a világ. Csupán az erdő fekszik ki a dombra, süttetni magát. Ritkás széliben rózsaszín csordál csorog, s tehenek lelógó farka meg-meging, mint lusta harang kötelek. Pihen, hever a pásztor is, újságot forgat álmosan,
Kutyája vízben lefetyel, tűzpipacs nyelve lázban van. Boldog vagyok, mert szép a nyár, s végre nyűg nélkül lehetek. Ahhoz se kell most értenem, mit a világból megvetek. Csak hang, csak szín, csak mozdulat férkőzik hozzám. Épp elég, hogy én dúdoljam nektek el a pompázó nyár énekét. Kotyog a patak, hallgatom, vizében kölög gólyál. Lábát csiklandja liliom, s átfonja sejmes békanyál. Köszönjük, várjuk a zsűri véleményét. Gondolj bele, hogy egy rekkenő hőségben egyszerűen az ember megfullad, és lassabban jönnek, hogy ezt is észreveszi, azt is észreveszi. De melegben minden lelassul, mert nem bírunk ezzel tempót tartani, tehát már csak igazából tényleg a tempója volt gyors, de majd még dolgozol rajta, és akkor jó lesz. Köszönjük szépen, gratulálunk. Köszönöm szépen. Fehérvári versünnep színpadára szólítom Bódis Boróka Ajsát, a Vasvári Pál gimnáziumból, aki Arany János versével készült. Arany János, Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni már, mint varjú, egy jegenye fára ült. Kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri, és nagy kár. Hesmadár! Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifralányát, a terát. De most bezzeg bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár! Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se közön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön. Pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár, hesmadár! Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kend meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi bajt. Nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja, kár, hesmadár. Másszor is jön. Hoz fehér pénzt, piros kendőt s egyebet. Nesze jányom-e mézesbor, erősítse a szíved. Szépnek úgy nem tenni, kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, hesmadár! Háborúság, házi patvar, attól kezdve van elég. De nem hallik a szomszédba, Pörgedani tűri még. A bölcső is ott van már. Künn egy varjú mondja, kár! Hesmadár! Asszony ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket! Ne a varjút, hol a puskám? Útra meglövöm neked! Varjú, azt se mondja, kár. El sem is rebbenti már. Hesmadár! Híre terjed a helységben. Tudjátok, mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú, visszajár. Hesmadár! Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen? Útnak indul, bújdosásnak, keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja, kár! Hesmadár! Keskeny a palló kettőnek. Nem térhet ki a Dani. Egy billentés. Lent a vízben nagyot csobban valami. Sok eső volt. Mély az ár. Varjú látja, mondja, kár. Hesmadár! Bújdosónak kín az élte. Reszket, ha levél zörög. Felvont sárkányt vesz kezébe. Hajtja éh, megállj, görög!
Varjú mint kíséri, kár, fennakadsz te, szép betyár, hesmadár! Most ebédre hollók varjak, seregestül aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár. Asszonyod sír, mégis kár, hesmadár! Vörös rébék által ment a keskeny pallón. Most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke, vég nekül. S kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri, és nagy kár. Hesmadár! Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Bízzál jobban magadban. Minden megvan, és minden adott benned. Csodálatosan mondod a verset, láttatod. Én itt próbáltam halkan kacagni, hogy ne zavarjalak meg. Imádtam, ahogy mondtad. Annával egy pillanatra összenéztünk. Egyetlen egy dolog árulta el azt a pillanatot, amikor mi itt összenéztünk, és súgtam neked, hogy ne izgulj, még amikor itt ültél. Emlékszel? A kezed. Ahogy összefogtad, a testbeszéd elárulta, tehát olyan kontraszt volt, pontosan, amit most csinálsz, akkor a kontraszt volt azzal a magabiztosnak tűnő versmondással, elárulja magát, nyugodj meg, mert zseniális így is, de képzeld el, hogyha ezt elengeded, ezt a félelmet, és beleállsz, belelazulsz, és áradsz te magad is vele, hogy akkor hatványozottabban mennyire több energia tud majd áradni belőled, de így is csodálatos volt. Köszönjük szépen. Én azt láttam, hogy ha meg sem szólaltál volna, és csak a szemeddel, és a tiéd volt ez a vers, és a szemedből megértettük volna, hogy mit szeretett volna leírni nekünk Arany ezzel. Gratulálok. És egyébként, hogyha majd így már le tudod két oldalra tenni lazán a kezed, akkor a maga a versmondás is egy picit lazább lesz, és egyszerűbb. Hidd el, hogy egyszerűbb lesz, mert nagyon jó, hatalmas drámai erőd van, kifejező erőd, nem kell mindent agyon hangsúlyozni akkor, és akkor úgy érzem, hogy összefogottabb is lesz azáltal, hogyha nem aprózod ennyire szét a egyes verszakokat. Benned van, megvan. Jó, nagyon jó lesz ez. Hogyha egy picit lelazulsz, így is nagyon jó, de ez csak ennyi hiányzik hozzá, ez a minimális lazaság. Én is köszönöm szépen az élményt. Egészen átéreztem azt a lélektani vívódást, ami egy balladában benne van, és nagyon érzékelhető volt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, gratulálunk a versmondáshoz. Adorjáni Mátyás érkezik hozzánk a Ciszterci Szent István Gimnáziumból, 11-es és Szabó Lőrinc versével készült. Szabó Lőrinc, Lóci meg a számok. Fáradtan rakottam le. Lóci épp aludni ment. Toll, füzet s könyv feküdt mellette. Ma este mesélsz, ugye? Örvendezett. Ej. De! Nem. Apu! Nincs időm. Azt a Sun Wukong majom királyt. Ugyanaz 100 oldal. Akkor kurtábbat. Addig kunyorgott, salkudozott, míg belementem. Hát jól van. Játszunk valamit. Csak ne soká. Ő ágyba bújt, s én csüggetten folytattam. De mit? Azám, mit? Vett át a szót vidáman. Ő elhelyezkedett, s én sóhajtva mellé ültem. Utálva az életemet.
Utána van mát, amely elmúlt, s mi jön a holnapot, az örök játékot, melynek neve kenyéradó robot, s mely precíz és okos lehet, de rég nincsenek tündérei. És a gyerek szólt, apu, tudod mit? Taníts meg engem osztani. Osztani? Igen. És a játék? Ez a játék. Te, neked mi bajod? Néztem rá gyanakodva. Semmi. Csak hát jó lenne tudni, hogy például 865-ben hányszor van meg a 15. Mert, mondom neked, titok van mindenféle számok között. És ez érdekelne? Hogyne? Mondta Lóci. Mes ez igazi titok. És, mint a keresztrejtvényt, ezt is meg lehet fejteni. Meg lehet? Hogyne? Kaptam észbe. Mint a keresztrejtvényt, igen. És elővettük a számtankönyvet, és egyszerre tündérjen izgalmas lett a téli este, és körénk szállt a túlvilág. Számok nőttek elő a földből, és bujkáltak egymáson át. Szám törpék, óriások, erdők, önműködő varázslatok, és mi, mint két vadölő detektív, fejtettük, gyilkoltuk a sok titkot, csodát. Az iskolában még ismeretlen tizedes törteket mind kiszámítottuk, és úgy találtuk, hogy érdekes. Minden érdekes a világon, és a tündér nem fogy ki soha. Fél tízig eltartott a játék. Lóci ásítva a fal felé fordult. Köszönöm, hogy meséltél, apu, mondta még, és elaludt. Szerettem volna belülről látni a fejét. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Hogy sikerült ehhez a vershez hozzájutni? Hát megkérdeztem a tanárnőmet, hogy mit ajánlana nekem, és ő a tanárnő ajánlott. Nagyon szép volt, és egy nagyon színes egyéniség mondta el nekünk ezt a verset, fiatal ember létére. Azt hiszem, hogy az eleje nem volt elég erőteljes, az utána gyönyörűen fölépült a vers, és nagyon szép pillanatokat okozott nekünk, és a vége különösen szép volt számomra. Egy új szint hoztál most ide nekünk a mai napon ezzel a verssel. Én nagyon élveztem és értékeltem a választást is. Ha egy icipici tanácsot megfogadsz tőlem, akkor a hosszú magánhangzókra figyelj oda. Egyszer a Lóciból Loci lett. Nem gond, előfordul, hibázunk mindannyian. Csak tudatosítsd magadban, és figyelj oda rá, jó? Én is köszönöm. Köszönjük szépen! A Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolából érkezik hozzánk Pótasára Rebeka Petőfi Sándor versével. Petőfi Sándor, minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha a merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát, bámulva nézik szemeim, miként ha most látnak először egy csillagot, melynek minden ága, a szerelemnek egy patakja, mely lelkem tengerébe foly. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha rám röpített tekinteted azt a szelíd galambot, amelynek minden tolla, a békesség egy olajága, s amelynek érintése oly jó, mert lágyabb a sejemnél, s a bölcső vánkosánál. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha ajkamhoz ér ajkadnak lángoló rubintköve, s a csók tüzében összeolvad lelkünk, mint hajnaltól a nappal, s nappaltól az éj. S eltűn előlem a világ, eltűn előlem az idő, s minden rejtélyes üdvösségeit árasztja rám az örökké valóság. Minek nevezzelek? Boldogságomnak édesanyja, egy égberontott képzelet tündér leánya, legvakmerőbb reményimet megszégyenítő, ragyogó valóság. Édes, szép, ifjú hitvesem. Minek nevezzelek? Ne izgulj!
Most én megkérlek arra, hogy egy verszakot mondd el úgy, hogy tényleg nem tudod, hogy minek nevezzed. Mert te most szerintem tudtad, és inkább az volt, hogy megmondom, minek nevezlek. De úgy mondd el most, aki ezen gondolkodik egy picit, lamentál, töpreng, kérdezi, és merjél szünetet tartani, csak egy verszakot mondj így el, hogy nem tudod, valójában nem tudod, hogy csak feltevéseid vannak, hogy minek nevezzelek. Na, most próbáld meg így, csak egy verszakot. Minek nevezzelek? Minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha ajkamhoz ér ajkadnak lángoló rubint köve, és a csók tüzében összeolvad lelkünk, mint bocsánat. Igen, semmi baj, csak most is hajtod magad, pedig a kérdés lényege az, hogy nem tudod, hogy minek nevezzed, de most is határozottan mondod, hogy te minek szeretnéd nevezni. Csak egy picit gondolkodj el rajta, és hagyj időt magadnak erre. Egy verszakot. Minek nevezzelek? Ajkamhoz ér ajkadnak lángoló rubint köve, és a csók tüzében összeolvad lelkünk, mint hajnaltól a nappal, s nappaltól az éj. És eltűn előlem a világ, eltűn előlem az idő, és minden rejtélyes üdvösségeit árasztja rám az örökké valóság. Minek nevezzelek? Jó, sokkal jobb. Igen. Szerintem. Sokkal jobb. Szeretnénk ezt a verset akkor majd még egyszer hallani tőled, jó? Ha megfogadnál még egy tanácsot, azon kívül, amit Anna tökéletesen elmondott, hogy amikor megérkezel a színpadra, látszódott, tehát a testbeszéded elképesztő módon elárulja a belső állapotodat. Egy másodpercre nem álltál meg, mozogtál, még a címet is úgy mondtad, mozgás közben kezed, lábad jár. Nyugodj meg, állj meg, érkezz meg. Legyél itt, és úgy kezd el a verset majd legközelebb, jó? Gratulálok! Minden adott hozzá. Tökéletesen el fogod tudni mondani ezt a verset. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. Kovács Marcell, a következő versmondónk a Ciszterci Szent István gimnáziumból érkezett, Petőfi Sándor versével készült. Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért az egyszer, az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta. Az idő lejár. Beszéltünk erről arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is. Sok más egyéb között. Szemében, mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. Nocsak, hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mindhánysz pukfenceket. Én műértő beszédit mosolyogva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, és nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költőfia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, hisz csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hullott ki a tudományokért. Utóbb, időn a bornak edénye kiürült, én irogatni kezdtem, ő meg nyugodni dült. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell, lehát az írást abba hagyám. S vége hossza nem lett kérdezgetésnek, de nekem a kérdések oly jól estenek, mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Köszönöm szépen! Köszönjük, és várjuk a zsűrinek az értékelését. Írod, hogy
karatézol, ugye sportos? Na akkor nem lesz nehéz dolog légzéstechnikát egy kicsit gyakorolni. Ez gondolom sportolók körében különösen fontos, de versmondásnál is nagyon fontos a légzéstechnika. Néha úgy éreztem, hogy elfogyott a levegő. Nyugodtan élj a gúny lehetőségével ebben a versben, hiszen Petőfi apja ugye nem akarta elfogadni, hogy a fia nem az ő általa elgondolt pályát választotta, hanem hát ripacs lett, színész lett, és lenézte ezt a mesterséget, és ezért gúnyosak ezek a mondatok. Sokkal több gúnyt és szatirikus hangot elbír ez a költemény, még hogyha egy picit dolgozol majd vele. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Visszaengedünk. Érkezik hozzánk Béres Róza, a Ciszterci Szent István gimnáziumból Szilágyi Domonkos versével készült. Szilágyi Domokos, Héjas falva felé. Lihegve fordult vissza. Már ha itt vagy, hát szemből halál. Nem csak ős hona, ten hazád vérzik itt. Tudod, kozák? Nem ágyban, nem párnák között, de így se. Nagy kötést kötött. Hol a kivívott diadal, melyért az ő fiatal élete sem kár? Semmi se. Ha hősökért zeng a gyászmise, hősökért, akik istenek módjára erőt vettenek a zsarnokságon. Ó, de így, ravasz, alattomos, irigy sors martalékaként. Ha már halni kell, hát szemből halál. Az örök életre valót így keresi meg a halott. Papírok, szétszórt iratok a test mellett. Nem siratott hulla, egy a többi között. Hisz végképpen levet között, levetkőztették-e tüzes életből. Távozol, fizes! Halál, ó szörnyű uzsorás! Hisz úgy is őrölte a láz, a lelki, testi. Kell-e még idézni izzó szellemét? Dehogy. Itt van. Hivatlanul. Örök plebejus, ő az úr. Civil őrnagy, nincs lova se, s reménytelen szerelmese a szabadságnak. Lásd, kozák, a tiédnek is. Elátkozád, fúgva, husztuzva és ölöd, itt a fehér egyháza fölött. Kortársaid legjobbikád döfi át, bosszuló pikád. Napszálta, már ki éri meg, még visszanéz, szalad, liheg. Van út, kiút nincsen. Ha már halni kell, hát szemből halál. Szemből szívem egyen valóm, hadd látlak még meghalón, érezzelek, tapincsalak, aztán nincs már kín, nincs halak, verejték, szégyen. Semmi gond. Miért fut az élet a bolond utolsó percig? Nincs ír rá. Toll, tinta, kéz, amely leírná. Adj, hogy fölfogja. Lássa szem. El vagyok veszve. Azt hiszem. Köszönjük a versmondás, pedig az értékelést. Írtad, hogy nem nagyon olvasol verseket, inkább a prózai műveket szereted. Hát Ferenci tanárnő elég jó költőt talált neked ehhez képest, és azt látom, hogy nagyon is érted, és hát ez egy rendkívül hányatott és tragikus sorsú költő, érdemes foglalkozni a verseivel, és akkor én ajánlok neked még egyet, Hervai Gizellát, aki nagyon való lenne neked, az ő társa volt. Nagyon-nagyon értetted, és nagyon jól bántál ezzel a verssel.
gyönyörű volt a befejezése is ennek a versnek, ennek a versmondásnak most volt befejezése. Nagyon-nagyon szép volt, nekem nagyon tetszett. Köszönöm. Minden. Nekem is. Nem tudok hozzátenni mást, nagyon gyönyörűen mondtad. Gratulálok. Én egy kicsit bővebben mondom, hogy nekem is. A Petőfi évforduló alkalmával, a Jóistennek hála, olyan sok csodálatos pillanatban van részünk. Akár színházi előadásról van, televízió műsorról, vagy éppen egy versmondásról van szó, amikor fiatalok úgy szólalnak meg, hogy az embernek tényleg földerül a lelke, szíve, hogy Petőfire így tudnak emlékezni, emlékeztetni, és mindazokat az értékeket fölvállalva, amit Petőfi jelent számunkra, azt ide teszik elénk a színpadra. Köszönöm és gratulálok. Köszönjük szépen, gratulálunk. Kedves hölgyeim és uraim, a tavalyi esztendőben sikerült megfertőzni Nárai Szabó Lívia zsűri tagunkat a fehérvári versőnök szenvedélyével, és az idei esztendőben már felkészítő tanárként foglal itt helyet a sorban. Több diákját elhozta a megmérettetésre. Következik Borbé Bálint István, a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda 9. osztályos tanulója, Márai Sándor versével készült. Márai Sándor, Mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csatogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír szizeg ajándék, bölcs szót fontolgat okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják sok es soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország, és elmegy sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüstpénzért kínálta, s ahogy gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll, és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki sem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyinak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodákról. Papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája majd megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt. Kitett itt csontból, húsból törvényt.
és kérdik. Egyre többen kérdik hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A költő, a szamár és a pásztor. Az alomban, a jászol mellett. Ha az élet elevent ellett. S a csodát most is ők vigyázzák. Lehelletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd el nekik, mennyből az angyal. Köszönjük. Elképesztő, hogy milyen erő lakozik benned. Nagyon-nagyon jól használod az erődet. Egy icipicit, ha megengeded nekem, akkor szeretném felhívni a figyelmedet a néha hangsúlyokra. Nem mindig, időnként azt éreztem, hogy ott egy picit, vagy fölvitted a mondat végét, hogy ezeket így tudatosabban nézd majd át, mert nagyon jó téged hallgatni, és csak bíztatni tudlak, mert itt van a helyed. Köszönjük szépen. Sok drámai erőd van, szép hangod, egy picit nem árt majd előrébb hozni, néha úgy érzem, hogy torkolsz, tehát biztos érted, ezt érdemes gyakorolni, hogy kifele beszélünk, nem ide hátra. Ez csak segítségjánt. És igen, szépen mondasz verset, de neked is felhívnám a figyelmedet arra, hogy építkezni lehet. Egy kicsit egyformán jöttek a verszakok egymás után, tehát itt is lehet egy csúcspont, amit kiemelsz, és aztán utána vissza kell menni, és ezek a hangjaid is megvannak szépen, de élni is kell tudni vele, és a szünettel is szépen kell tudni élni. És akkor még felhívnám a figyelmet, az utolsó verszakban ez nem árt néha utána nézni egy versnek, hogy itt a költő, a szamár és a pásztort mondasz, de ez csak a cenzúra miatt változtatta meg Márai, mert nem írhatta azt, hogy a gyermek, a szamár, a pásztor, hiszen egyértelmű a bibliai utalás, itt Jézusra gondol a költő, és az eredeti versben így is szerepel, hogy a gyermek, a szamár, a pásztor, és ez is elfogadott, hiszen így is megjelent végül is, de azért, ha egy picit kutakodunk nagy verseknél, nem érdemes utána járni, hogy mi is az eredeti, és ajánlom akkor mindig a Széchenyi Könyvtárnak a honlapját, többnyire ott vannak legpontosabban leírva a versek, mert az interneten folyamatosan mindig mindenki hozzátesz, elvesz, nem pontosak a szövegek. De itt ennél a versnél ez fontos szerintem a bibliai utalás, tehát a gyermek, a szamár, a pásztor az eredeti a versben, csak a cenzúra miatt kellett megváltoztatni a költő szamár pásztorra. Köszönöm. Még annyit tennék hozzá, hogy természetesen a Sinkovics Imre a gyermekkel mondta egyértelmű. Annál is inkább megerősíthetem ezt, mert amikor látom, hiszen esztendőről esztendőre visszatér ez a vers ide hozzánk, akkor ismét meghallgattam Sinkovics Imrét, hiszen Márai egyébként ezt a száműzetés keresztjét viselve írta, tehát egy olyan körülmény között és olyan időszakban, amikor ez a csoda megszületett, amikor neki is nehéz volt, meg nekünk is nehéz volt hallgatni, viszont gyönyörűség. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is még a művésznőhöz tudnék egy picit, vagy szeretnék egy picit kapcsolni, és csak annyit mondanék Bálint, hogy mert néha hátra lépni, nem fizikailag, hanem átvitt értem a hangerőddel, a hangsúllyal, mert akkor még jobban érzékeljük azt az erőt, amivel egyébként mondod, és akkor még több figyelem irányul arra, ahogy egyébként amilyen erővel tudod mondani, merj hátra lépni bizonyos részeknél. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, gratulálunk a versmondáshoz. Varga Villő Virága Nemes Nagy Ágnes kollégiumban készült fel, a kollégium nevezte a fehérvári versünnepre,
Egyébként a Deák Ferenc Technikum tanulója és Vas Albert versével érkezik hozzánk. Vas Albert, a vers, Báró Bánfi Istvánnénak. Nem úgy fakad a vers, ahogy ti gondoljátok, nagy, véres harcok árán, bús, könnyes csókok árán. Nem úgy fakad a vers. A vers csak születik, mint ahogyan születik a szél, vagy a virág, vagy a falevél. Szellő a vers. S én azt hiszem, a végtelen küldi vele nekünk világvirágok bűvös illatát, s amint szívünkön lopva illan át, lepergeti az érzés szirmokat. Alkony felé egymásnak furcsa, kékes titkokat hegyek üzennek így. Mikor a vers fakad, egy pillanatra minden más megáll. Egy pillanat, s a lelkünkön lábujjhegyen megy át egy messziről jött, csöndes idegen. Tavaszi széloson át néha így, az alvó ligeten. Köszönjük, ne izgulj! Úgy el tudod mondani az első verszakot, hogy nem minden szót hangsúlyozol, hanem csak úgy mondod, mintha próza lenne. Nem úgy fakad a vers, ahogy ti gondoljátok. Nem úgy fakad a vers. Ezt hallottuk, de most te el tudod úgy is mondani, hogy mintha prózát mondanál. Nem úgy fakad a vers, ahogy ti gondoljátok. Nagy, véres harcok árán, bús, könnyes csókok árán. Nem úgy fakad a vers. Aha, mennyire más, nem? Kedves Villő, vagy Virág? Villő. Igazi kedves egyéniség számomra, és nagyon kedves, fiatalos hangon, nagyon komoly érzésekkel mondta ezt a verset. Kár ezért a kis döccenőr, de nem baj, ezt felejtse el. Élmény volt számomra a versmondásra. Pontosan olyan voltál, mint amiről beszéltél, ilyen tavaszi lágy szellő, egy fuvallat, egy könnyed, új bimbózó érzés. Én biztatni tudnálak téged, ma nagyon-nagyon sokan izgultak, egy furcsa nap van valamiért, nem szokott ennyi izgalom lenni, vagy legalábbis nem látszódik ennyire. Nem merem a zsűritársak nevében mondani, hogy én szívesen meghallgatnám esetleg még egyszer, hogyha elmondanád ma később, mert nem szeretném húzni az időt, de hogyha, mivel ez egy rövid vers, én szeretnék engedélyt kérni, hogyha esetleg elmondhatná. Megteszed, hogy elmondod még egyszer, és akkor mondjuk azt... De engedd el, lazulj le! Hétfőn jön az új csillagászati évkör, érkezik a tavasz. Gyere! És a kezét. Vas Albert, a vers. Báró Bánfi Istvánnénak. Nem úgy fakad a vers, ahogy ti gondoljátok. Nagy, véres harcok árán. Bús, könnyes csókok árán. Nem úgy fakad a vers. A vers csak születik, mint ahogyan születik a szél, vagy a virág, vagy a falevél. Szellő a vers, s én azt hiszem, a végtelen küldi vele nekünk világvirágok bűvös illatát, s amint szívünkön lopva illan át, lepergeti az érzés szirmokat. Alkony felé egymásnak furcsa, kékes titkokat hegyek üzennek így. Mikor a vers fakad, egy pillanatra minden más megáll. Csak alig dobban a szívünk, mint patak, akit a tél mederbe zár. Egy pillanat, s a lelkünkön lábujjhegyen megy át egy messziről jött, csöndes idegen.
tavaszi szélosan át néha így az alvó ligetem. No, annyit azért hadd tegyek hozzá, egy Vas Albert idézet, az emberek mindig felnőnek egy napon, és mindig a megfelelő pillanatban. Most ez veled most megtörtént itt előttünk, köszönjük. Köszönjük szépen, és gratulálok. A következő versmondónk Szűcs Boglárka, a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda 9. osztályos tanulója, Puskin művét hozta el nekünk. Alekszandr Puskin, Tatjana levele Anyeginhez. Áprili Lajos fordítása. Én írok levelet magának. Kell több. Nem mond ez eleget? Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet. De ha sorsom panaszszavának, szívében egy csepp hely marad, nem fordul el. Vízhangot ad. Hallgattam eddig, szólni féltem. És higgye el, hogy szégyenem nem tudta volna meg sosem, amíg titokban azt reméltem, hogy lesz falunkban alkalom, s hetenként egyszer láthatom, csak hogy halljam szavát, bevallom. Szóljak magához, s azután mind egyre gondoljak csupán, éjjel-nappal, míg újra hallom. Mondják, untatja kisfalunk. A társaságokat kerüli. Mi csillogtatni nem tudunk, de úgy tudtunk jöttén örülni. Miért jött el? Békességesen rejtőzve mély vidéki csendbe, tán meg sem ismerem sosem, s a kincsem, mely betört szívembe. Tudatlan lelkem láza rendre enyhülne tán, s leszállana. S akit szívem kíván kivárva, lennék örök hűségű párja, s családnak élő jó anya. Másé. A földön senki sincsen, kinek lekötném szívemet. Ezt így rendelte fenn az Isten. Tied szívem, téged szeret. Ó, tudtam én, el fogsz te jönni, zálog volt erre életem. Az égieknek kell köszönni, hogy sírig őrzőm vagy nekem. Rég álomhős vagy éjjelemben, látatlan is kedveltelek, bűvöltek a csodás szemek, rég zeng hangod zenéje bennem. Nem álom volt, színezgető. Beléptél, s ájulásba hullva, majd meglobbanva és kigyúlva szívem rád ismert, ő az. Ő. Nem a te hangod szólt-e újra, ha egy-egy csendes, bús napon, ínséges szívekhez simulva vagy imádságban leborulva altattam égő bánatom? Nem te vagy itt árnyék alakban, s nézel rám e pillanatban az áttetsző homályon át? Nem te hajolsz párnámra éjjel, suttogsz szerelemmel, reménnyel, enyhíted lelkem bánatát? Ki vagy? Őrangyal vagy, te féltőm? Vagy ártóm és gonosz kísértőm? Döntsd el hamar, hogy lássak itt. Lelkem talán csak vágya csalja, tapasztalatlanság vakíts, az égi kéz másként akarja. Hát jó. Sorsom gyanútlanul gyónásommal kezedbe tettem. Előtted könnyem hullva hull, könyörgök. Végy, őrködj felettem. Gondold el, mi magam vagyok. Nincs egy megértő lelki társam, így élek néma tompulásban, én itt csak elpusztulhatok. Várlak. Emeld fel árva lelkem. Nézz bíztatón, ne adj te mást. Vagy tépszét ezt az áldomást kemény szóval.
Megérdemeltem. Végzem. Átfutni nem merem, megöl a félelem s a szégyen, de jelleme kezes nekem. Bízom. A sorsom van kezében. Nagyon szépen köszönjük. Együtt nyúltunk Annával a mikrofonhoz, így aztán pláne elbizonyítom, hogy szabad-e nekem először megszólalnom most két színművésznő előtt, de csodálatos élményben volt rész. Először is nagy öröm volt számomra, mikor olvastam, hogy a Szent Imre gimnázium tanulója. És aztán, amikor megszólalt, az a hang az úgy szólt itt ebben a teremben, ami azt hiszem, hogy egészen ritka dolog egy fiatal lánytól. És a vers maga, az egész ugyanígy szólt, mint ez a gyönyörű fiatalos hang. Élmény volt, és várom a művésznők véleményét. Remek művet választottál, az nem is kétséges. A világirodalom egyik legszebb szerelmi vallomása, amit egy nő, akit ne úgy képzeljünk el, mint a mai szabad hölgyeket, nőket, hanem hát egy egész más korban születik meg ez a szerelmi vallomás. Kívül belül zokog a lelke a szerelemtől, és a vágytól ég, és te szerintem korosztályod minden szépségét beletetted ebbe a monológba, majd idővel érik benned még ez a szöveg, és akkor észreveszed, hogy mennyi sok színe van még azon kívül, amit most itt hallottunk, és amiért nagyon megdicsért téged Zoltán is, és én is megdicsérlek. Még nagyon sokat kell ennek érnie benned, mire ez igazán nagyon heves lesz, és zokogó, és őrületes, és finom, és csöndes, és hangos, és ezernyi színe van, amivel még érdemes majd találkoznod benne, ha egy kicsit jobban elmélyedsz, de így is nagyon szép volt. Én is csak alátámasztani szeretném, amit Anna mondott, hogy gyönyörű, való neked ez a vers, mert ott van benned minden, de az idővel tehát nem tudunk mit csinálni, megérkezik majd, meg fogsz tapasztalni nagyon-nagyon sok mindent, ami még egy jobb előadásmódhoz szükséges, aminek még a hiány vagy az életkorod által, és ez a világ legtermészetesebb dolga. Gyönyörű volt, és nagyon-nagyon jó hallgatni a hangodat, és olyan kis tiszta, kis angyal jött a színpadra. Köszönjük szépen! Ez az ártatlan szív áradása Tatjánáé, Boglárkáé. Köszönöm szépen neked, és köszönöm Líviának is. Én is köszönöm szépen, Bogi. Csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz. Annak kell az életkorod ellenére, mert most láttam azt a vívódást benned, és ez átjött a szövegen is, és átjött a hangsúlyozásodon, és benne volt a lelked. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, gratulálunk. A következő versmondónk Farkas Angéla, a Vasvári Pál gimnáziumból 12. osztályos Heltai Jenő versével készült. Heltai Jenő. 3-tól 6-ig. Elmentem egyszer önhöz, édes, sok-sok ígérgetés után. E diszkrét célra ön kibérelt egy 2 szobás lakást Budán. Ó, nem valék szerelmes önbe, ettől nyugodtan alhatik, de hát nem tudtam mit csinálni 3-tól 6-ig. A férjem ilyenkor nincsen otthon. A magány rossz tanácsadó. Átmentem többször is Budára. Ez ugye megbocsátható. Ön oly szelíden tud susogni. Ez engem úgy elandalít. A végén a babája lettem. 3-tól 6-ig. A nagy szerelmi virradatra hamar borult az alkonyat.
eloszlott lassanként a mámor, tüzünk lassanként lerohadt. Ritkábban mentem át Budára, ön is csak néha-néha hitt ilyenkor, szörnyen untuk egymást 3-tól 6-ig. Ma szakítottunk, hála Istennek. Szívem dobog, szemem ragyog, nem kell többé Budára mennem. Szabad vagyok, terülten nézek a jövőbe. Már csak egy dolog nyugtalanít, hogy mit fogok eztán csinálni 3-tól 6-ig. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Engem pedig egy dolog nyugtalanít, és nem csak 3-tól 6-ig, hogy hol voltál te eddig, mert láttam, hogy ez volt az első, hogy jelentkeztél 12. osztályban. Örülök, hogy eljöttél. Köszönöm. Na, tényleg egy üdösszínfolt voltál így a mai napon. Én nagyon-nagyon élveztem az előadásodat, a hibák ellenére azt tudjuk, nem számít. Egy picit nekem így hirtelen fejezted be, vagy valahogy a befejezést, azt egy picit gondold át szerintem. És mondanám, hogy majd még találkozunk, de hogy pont 12-dig befejeztem. Gratulálok, és köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm. Még annyi, hogy még merészebben élhetsz a gúnnyal és a viccel, mert ez ennél még színesebb és még humorosabb, úgyhogy ne sajnáld az erőt még ebből. Köszönjük szépen, gratulálunk! Szabó Gergő érkezik hozzánk, a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda 9. osztályos diákja. Tóth Árpád versével készült a 13. fehérvári versünnepre. Tóth Árpád, jó éjszakát! Falon az inga lassú fénye villan. Oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágya mellett kattanjon a villany. És a sötétben majd boldogan megáll. Pihenjünk. Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mit kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenjünk. Takaromon pár papírlap. Elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak? És kissé fájon sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk! Másra kell ideg, svelő, józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későnk elő. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírta? Bolygott rajtuk búskezem a torra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázdá hová jutottam? És ki jött vele? Szerény dalom lenézi. A garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer. Persze. Máskor. Szebb időkben. Tik-tak. Ketyeg vén jó költővigasz. Majd jöjj a kor, melynek visszadöbben felénk szíve. Tik-tak. Igaz. Igaz. Falon az inga lassú fénye villan. Aludjunk vagy 100 évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villanyt. Versek. Bolondság. Szép jó éjszakát.
Köszönjük, és velük a zsűri értékelését. De jó, tökéletesen adtad vissza a hangulatát ennek a Tóth Árpád versnek. Magam is elbámultam rajta, hogy mennyire érzed ezt a fantasztikus érzékeny állapotot így elalvás előtt, mi járhatott Tóth Árpád fejébe. És képzeld, hogy egy másik költőt idéztél meg ezzel a versmondásoddal, akivel egy napon születtél, mint írod, József Attilát, aki ugye, ezt gyorsan elmondom, hogy a Sziaszt a szanatóriumban már ugye végén meglátogatta őt Ignótusz, és nem volt a költő az ágyában, hanem egy papírlapot talált ott, amin szavak voltak, és az ilyen szavak voltak ráfirkálva a papírlapra, hogy nyúl, alkonyúl, és ebből a világirodalom egyik legszebb verse jött aztán ki végül, de ezt a hangulatot hoztad elő ezzel a verssel. Nagyon szépen csináltad, nem is tudok hozzá. Amit nagyon illik, azt hiszem, a természetedhez ez a fajta lamentálós állapot. Tökéletesen visszaadtad ezt a tiktakot. Tetszett? Akkor most abban a különleges helyzetben vagyok, hogy itt a zsűri társaim már több versenyzőt másodszor, harmadszor láttak. Ugye Gergőt még nem láthattuk, viszont én régebbről ismerem, de egy jó ideje nem hallottalak szavalni, és egészen megdöbbentem, hát gratulálni szeretnék, óriásit fejlődtél az elmúlt években, és folytasd így tovább, köszönöm. Akkor én is megszólalok, én csak annyit írtam ide a papíromra, hogy de jó, hogy eljöttél. Köszönjük szépen, gratulálunk. Kedves hölgyeim és uraim, a 13. fehérvári versünnep elődöntője véget ért. A Ciszterci Szent István Gimnázium tanulóinak egy főpróbára kellett menni, az elődöntő résztvevőit pedig szerintem egy nagy tapssal ünnepeljük, mert nagyon szép teljesítményt nyújtottak ma. És a résztvevőknek pedig megkérem, hogy fáradjanak majd ide alpolgármester úrhoz, és mindenki kap egy oklevelet a részvételért. Török Laura. Borbély Levente. Cízkeres. Csizmadia Boglárka. Szintén tízszeres. Hurda Patrik. Nagy Petra Vera. Simon Kimberly Diana. Galovics Luca. Kalincsák Ádám. Bódis Boróka Elsa. Adorjáni Mátyás. Pótasára Rebeka. Kovács Marcell. Béres Róza. Freszli Zsófia. Tóth Ádám. Gál Nóra Barbara. Takács Hanna. Borbély Bálint István. Varga Villő Virág. Szücs Boglárka. Farkas Angéla. Tóth Marietta Júlia. Bocsor Karolina. Szabó Gergő.
Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek, hogy eljöttetek, és nincs más hátra, mint hogy ismertessük a végeredményt. Felkérem a polgármester urat, hogy fáradjon ide a színpadra. Köszönjük szépen, a zsűrinek nem volt könnyű dolga, és most mondanék 12 nevet, nem az eredmény sorrendjében, hanem 12 név fog elhangozni, ők jutottak be a döntőbe. Galovics Luca, Borbély Levente, Béres Róza, Bódis Boró Kajsa, Tóth Marietta, Tóth Ádám, Török Laura, Szabó Gergő, Szűcs Boglárka, Farkas Angéla, Borbély Bálint István, és nem utolsó sorban Varga Villő Virág. Szívből gratulálunk a döntőbe jutottaknak. Április 15-én a Városháza dísztermében lesz majd a döntő. Jövő héten Vörös Marti Színházzal együttműködve a mentorokat ki fogjuk majd sorsolni, úgyhogy a döntősökkel fel fogják venni a színészek a kapcsolatot. Én nagyon jó felkészülést kívánok a döntőre a fiataloknak, és hálásan köszönöm mindazoknak, akik ma nem jutottak tovább, de buzdítok mindenkit, hogy jövőre is minden bizonnyal lesz fehérvári versenynek, úgyhogy várunk mindenkit vissza jövőre is. Mindenkinek köszönjük, hogy ma itt voltak, és várjuk a néző közönséget és az irodalom szeretőket majd április 15-én. Köszönjük szépen, kedves nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!